Na, hello, kanyarok, sziasztok, fiúk, lányok, paplovak vagyok, és itt is vagyunk a Csudapest roleplay szerveren, és folytatjuk Leónak az életét. Üdvözlök mindenkit Kikán, YouTube-on és Twitch-en egyaránt. Szevasztok! Hát, fő kell öltöznünk a tegnapi este után. Szépen csinosba vágjuk magunkat. Nem otthon aludtunk, hanem Raminál aludtunk ma este. Egész este lovagolott rajtunk beolajozott teste. Fel is hívom anyukámat elújságolni. Szia, anya! Anya! Anya, szexeltünk! Kivel? A Ramival, itt vagyok nála, most keltem fő. Jézus Krisztus, azt akartam mondani, hogy egy három napig csicsikáltam, de aztán láttam, hogy írogatta, vagy hívtál. Akartalak hívni, igen. Összejöttünk, képzeld, anya. Hát, az meleg, Pite. Igen, igen, igen. Már. De nem úgy volt, hogy... Szöget? Mi? Úgy volt, hogy mást füzögetsz? Hát füzögettem a Debórát is mellette, előkaptam neki a brémet, de nem volt olyan jó fej. Na, itt van éppen ellátásom. A Debóra? Igen. Én itt vagyok pont esetnél a... Na mondd meg neki, hogy puszilom. Na, nem, azért annyira nem. Nem? Láthatod, hogy üdvözlöm. Fenn voltunk a hegyen, aztán levetkőztetett meg minden, de nem volt semmi. Jézus Krisztus. Ja. De Rami van, meg tök összejöttünk meg minden. Jó van, mindjárt jövök, anya. Van, pusz. Az első mondat, anya, szexeltünk! Hát igen. Mindig is nagyon értelmes és komoly férfi karaktert hoztam. Üdvözlek titeket, Leo vagyok. Megnézzük, hogy mik vannak. Kovács Alexander, de jó haja van, geci. Olyan haja van, mint régen nekem. Hát ez a paplovak síró, menjetek már faszomba. Ez egy az egybe, ez az én régi hajam. Valaki paplovak cosplayezik. Ha, itt van Latin Lover. Shadow. Ez nem tudom ki. Szia, BM. Nem ez a izének. A másik csávónak a csaja. Ezek az elveszett gyerekek, lősztösök. Aha, az Árés, az tegnap posztolta izéről, a tenger alattjáróból, úgy látom. Lábképek pont, ez szerintem a papucs. A börtön ablakából nem süt be a nap. Te Musz Silverhand? Kicsoda? Nem vágom. Miss Macho. Gyros number one. Vannak itt nagy bulik. Ez úgy néz ki, mint Noisy. Ezek meg már mi vagyunk. Ja, szerintem nem jön taxis. Felhívjuk először a Choice-imán. Hello! Szeva, baby! Mi a helyzet? Fia! Nem vagyok az uvuba. Igen? Melózol? Hát, fogjuk rá! Mi a baj? Elfogyott a pénz? Küldjek? Utaljak? Leégtél? Dehogy fogyott! Nem, szó sincs róla. Jó, én itt vagyok most nálad, most jöttem ki. Főhívtam anyukámat. És anyukáma. Hogy fogsz onnan eljönni? Hát hívtam taxit, de egyelőre baszott idejönni. Nem, anyukám be van a kórházban, azt mondta, hogy menjek be hozzá, meséljek. Jó, akkor most el fogod mondani anyunak a nagy hírt? Mondtam neki, főhívtam. Hát kíváncsi leszek, hogy mit fog szólni. Hát örült. Igen. Ahogy láttam, igen. Ha végre fogok egy szaros taxist, akkor majd nem tudom, befűzöm, hogy menjünk be hozzád az uvuba egy kávéra. Jó. Jó van, szia, baby. Puszilla. Szia. Puszika. Jól emlékszem, hogy egyszerűen nem indult egy taxi.
keresztül okoztak, azt fuvarra foglalkoznak? Megkérdezem, hogy van-e házhozszállítás, hogyha igen, akkor visszavitetem magam a városba. 120 IQ. Sziaszt, tanuljál be. Szia, Dudás Zsolti bácsi. Mi a helyzet? 1001 éve. Csak mondom, hogy egyébként ma naptár szerint Leó nap van, és tényleg. Ma van a névnapja Leónak, komolyan? Wow. Kíváncsi vagyok, hogy fogja tudni valaki ezt IC. Szia, Zek! Lovagok közön dűljön fel a közös ének, hogy a lokosztakhoz is bekapja a brémet, hát írok nekik, azt nem válaszolnak. Várjál, írnak. Szia, Ló vagyok. Igen, szállítunk házhoz. Akkor szeretnék kérni 10. És 10 tejet itt. Király, bahászos szállítás. Nem sok tanulnék lolozni, de nem igazán jön össze. Hát nem könnyű egyébként a League of Legends. Hamarosan elindulok. Nagyon jó, király, bahászos szállítás, ezt már szeretem. Ha dohányoznék, most rágyújtanék, de nem dohányozom. Mondjuk gördeszkával deszkázhattam volna, mert kurva messze van. Nekem megint nem köszönsz, na szépen vagyunk. Szia, Hunter! Szia, Hunter! Szervusz, Hunter! Jó volt, Hunter? A régebbiek. Aha. Egy faszi. Két faszi. Mennek haza. Szia, Tom! Közben megy a nagy szex csetelés telefonon. Estopol 2. Remélem ide talál a kajás. Eddig nem tudtak rávenni, de most sikerült haveromnak, és ráfügtem. Na, jól tetted. Én a izében voltam így, a TFT, ez tök nem érdekelt, aztán elkezdtem TFT-zni, és azóta meg csak TFT-zek szinte. Nincs olyan nap szerintem, amikor nem TFT-zem. Azt hittem, mert fecskefészek van a másik házon, aztán látom, hogy nem van, hanem ilyen csüngő kaspó. Pont úgy nézett ki, mint egy fecskefészek. Száll a kakuk fészkére. Ilyen messze vagyunk egyébként? Na hát mondjuk nincs köze a takló. Jól elküldtem neki. Szexes vagyok. Esetleg lesz-e egyszer nézőjáték? Első leszek. Zsolti, holnap déltől, hogyha jól emlékszem, League of Legends-et fogunk játszani, és lehet jönni. Csumi, lokosztakosz? Szia, igen. Ó, nagy királyság. Eminem személyesen. Ó, nagyon nagy király vagy. Figyelj már, Eminem. A kaján kívül, igen. Ha megdoblak még egy tízessel, eldobsz a kórházba? Persze, úgyis arra megyek, nagyon vissza, nem kell a pénz. Nem kell a pénz? Nagyon nagy faszod van. Gyorsan itt egy számlasablont kitöltök, ide írom az azonosítónkat.
a rendelt termékeket és a végösszeget, ezt ide csiptetem az elvételi zacskó oldalára, és ezt átnyújtom itt nek. Tessék. Köszi szépen. 56 ezer. Tessék egy kis borra való. Köszi szépen. Én jó verdád van. Hát, ez a Csaudi, nem? Ez a Verda. Ez egy Taligator. Taligator, az a Csaudi. Majdnem Audi, Csaudi. Csak le van vágva a teteje. Ha megnézed a jelét. Nem értem ennyire az autóhoz. Hát ez a kamu Audi. Kínai. Szia, Dominik. Ahhoz képest elég jót megy. Igen, az a lényeg. Megszűntek az autómárkák? Még nem. Csak vannak városi autók, mint ahogy eddig is volt. És hogy megy egyébként a házhoz szállítás? Sokan rendelnek? Este fele szokott beindulni a dolog. A bulikra ilyenek mi, amikor hátul kúrják az asszonyt otthon, aztán megéheznek utána, mondjuk elszínnak egy spanglit, meg ilyenek. Hasonlók. Meg úgy matyizás mellé egyet. Matyizás mellé. Nem mindenkinek van dője között. Tőle. Ja, aha, nekem van. Tök fullos. Tegnap keféltünk. Ó, kellemes lehet. Igen, igen. Most csináltuk először. Köszönöm szépen a fuvart. Aztán nehogy fölcsináld. Á, dehogy is. Izé, szedd fogamzásgátlót. Na csőcső. Csumi. Milyen rossz látom. Szia Manó! Szia Sasi! Szevasztok! Találkoztunk már Romónával, ja, nagyon csinos ma. Igen? Ja, már lekavart két panival. Mi? Ez nem igaz. Viccel egyik. Azért, viccel? Tegnap kurtak, nem mondd már. De, Digó! Mi van? A fasz, most dobtunk először. Legább őszinte. Jaja. Sólj már el, bazd meg. Hát, jó. Fel is hívtam anyukámat. Már mikor, amikor haza kísért? Nem, hát utána megvártam, hogy hazajöjjön, azt levartam. Este megnéztem a Power Rangers-t. Ez jött. Ez vágott már ott. A Power Rangers vagy mi? Hely, olyan volt, mint a Mario vágott. Felugrott egybe a rúdnak a tetejére, azt lecsúszott rajta ott a kasténál. Ez hülye. Ez hülye. Mit tudjuk, ki játszol, hogy Mario-t és ráugrasztod, így, és lecsúszott? Azaz. Azaz, ő volt a rá. Már plusz 10 pont. Azaz. Egyből kapta a 10-est. Mondj, nem anyukád dolgozik? De azért jöttem be, mert felhívtam, mondtam, hogy szexeltünk. Azt mondta, hogy üljek be. Vizsgálat rájből. Nem, csak hogy meséljek neki. Nézd, egész infinizes vagy-e újra. Nem hiszem. Nem be a WC-re pisálni. Na jó van. De igen, volt ilyen akció. Mondjuk, igen, én nem 17-en lettünk szifilisek, azt hiszem. Kösz, hogy elmondjátok, ez nagyon jól esik. Szia, anya! Kértem, hogy így felrongyoljanak oldalra, hát így jöttek ki. Értem. Vagy jönnöm az anyám. Szépen, sziasztok. Mondjuk nem olyan nagy a segge, mint anyámnak. Szép napot, anyukám, benn van? Na. Én nem tudok. Ah, itt van, jó, jól, fel is van. Várj. Jó van, anya. Éppen számlázok egy külön. Szóval akkor nem lehet rendezni. Szerintem rendez veled, de megnézem egy másik. Na mi van itt, rendezvény lesz? Szereted a kerékpározást és a versenyt? Akkor gyere és mutasd meg. Mire vagy képes a Tour de Csudapesten? Érdekes nyeremények a vel. Április 13-án helyszín Csalapon. Fogadom Csalapon. A 44-eset. Na. Melyek vajtetek? Sánc, visszakarázó. Szia, Eko! Nincs beállítva a kategória, pedig beállítottam. Hol nincs beállítva a kategória? Ne szopjál le. Yes. Beállítottam újra. Twitch dolgai. Twitch things. Tada, tada. Sok számuk. You made my heart sing. Na, igen. Rendezve van. Jó van, köszönjük szépen. Igazán nincs mit. Viszont fáltáska. De bunkok. Szia anya. Bunkok voltak. Igen. Tessék. Azaz, ne kekeckedjetek anyámmal. Na. Mi hecskék ezek állandóan zizegnek? Hát csinálják itt a feszkót. Ja. Nem jóság. Minden faszra menjünk fel, aztán mesélek. Latin lover. Latin lover, azaz, igen.
tegnap. Jó, átadtam úgy az üzenetedet. Igen, Deborának is mit szólt? Csak eszem. Rami elég féltékeny rá, mert megtudta, hogy mi látta. Hát annyit, annyit mondott, hogy... Hogy? Ennyit. Ennyit. Annyit mondott, hogy hűm. Jó. Ennyit. Bekapatjott a köben. Rami tiszta féltékeny rá, mert előtte azt hiszem két nappal, amikor Rami izé mondta, hogy összegyűjhetnénk, akkor az Deborával voltam fenn a hegyen. Ez kaját? Éhes vagy? Nem igazán, mert nem volt taxi, ezért említettem a takóból egy csomó kaját. A házhoz szállító. Egy szendvicset megadok. Na, így köszönöm, anya. Jeges, ezért zöld, tartós, nem tudom, micsodát. Na. Köszönöm. Szóval voltunk a Deborával randizni fönn a hegye, aztán volt, hát nem tudom, annyira nem jött át. Nem. Mert ott hűített, meg táncoljak neki, meg vetkőzzek le, aztán utána ő nem akar semmit. De ottan levetkőztetett, meg táncoltatott, meg minden, és akkor ott kiálltunk oda, ott ment a naplemente. Ilyeneket csináltatott veled? Igen, és akkor ott voltunk fenn a hegye, és akkor már levetkőztetett kisnadrágra, és akkor volt, ott ment a naplemente, azt mondtam neki, hogy láttad-e már a lemenő napba a felkelő sast. Azt mondta, hogy nem, és akkor bang, előcsaptam a brét, hogy itt van a kopasz nyakú sas. Tiszta apád. Apa is ilyen volt? Hasonló kaliber. Nagy kaliber. És neki akkor ezek szerint legalább bejött, mert nekem nem. Nem jött be. Nem jött be? Nem, ezt kérdezem, nem jött be. Nem. A Debi utána volt, utána köcsögösködni kezdett. Elkezdett cikizni, meg szemétkedni. Mi van? Ja, aztán meg hívtak a rendőrhaverét, hogy hívta a rendőrhaverét, és lesokkultak a deszkámo. Mi van? Ja. Indokolatlanul? Hát igen. Na jó. Szerintem azért, mert volt. Ezért kapni fog. Seggfej volt. Hát igen. Én fiam, már ne baszakodjon senki. Hát ne bizony. Ja, aztán utána nem tudom, azt hiszem másnap volt. Nem vette fel a Debóra, csak írt SMS-t, hogy jó volt a hétvége, meg gondolkozott rajtam, de közben meg már hívott a boszi, hogy mit csinálok. Van, akkor menjünk le, elmentünk az edzőterembe, azt ott nagyon összesimultunk, vágod. Vágod? Ja. Ott igen. Edzettünk meg minden, aztán közösen úsztunk. Anyád, de szépen beszél. Meg... Hát, miért? Ez hogy vágod, nem vagyok a haverod. Hát, hogy érted, anya? Na, így, így, így. Jó van, anya. Próbálok szép. Birk, nagyon szépen köszönöm, úgy BMW-ről, mint de igen, meg. Szóval igen. És akkor ott ott már így éreztem, hogy ott már máshogy beszélt. Meg amikor csajszimnak hívtam, akkor mondta, hogy ez tetszik neki, jó hangzik, hogy a csajszim. Aztán, aztán másnap elhívott a tesével beszélgetni, mennyire gondolom én komolyan arra, amit meg ilyenek, mert hogy egyre többet beszél rólam, aztán már nem áll be a szája. Aha. Ja, aztán összegyűjtünk. Azt tegnap meg szex volt. Húztál gumi? Aha. Az meg tudni nem húztál. De, tök húztam, anya, meg szed gyógyszert is. Nem a gyerek miatt kérdezem, kankó miatt. Kankó? De hát anya, hát ő tiszta. Fürdik meg minden. Nem ott. Hol? Hát csak ott csináltuk. A seggében nem, ott nem engedi. Én úgy tudom, hogy neki van barát. Mi? Én vagyok a barátja, de szopass le. Hát menjünk el, a izében van a uhubava, éppen dolgozik. Úgy is mondta, hogy kíváncsi, hogy mit szólsz. Hát de most szolgálom. Úgy volt Hunter vagyok, most legalább egy két órán keresztül. Két óráig, 9-ig húzod az igát? Hát szerintem igen. De hát jöjjön ide, hát szépen itt elvonulunk is pszichós terembe, azt beszélgetünk, kis pár terápia, hogyha gondolod. Kiöntitek a lelketeket. Ha írtam neki, hogy szeretné vele beszélni. Hát azért terápia, neki szeretni, de nekünk terápia, hát már Hát terápia, beszélgetés, tudod. Az már jobban hangzik, azért terápia az iziknek kell, nem az ilyen levedletteknek, vagy hogy hiány. Hát apádnak is kellett. Nem akarnak baszni.
Ti is mentetek terápiára? Nem. Ja. Nem bűnik. Hát kimaradt néhány dolog. Hát én nem tudom, te voltál vele. Szia papi, már várom az RP-t, olyanok vannak a fejemben. És még várom a céken. Jó. Nem rémlik, hogy elmentünk. Nem tudom. Hát ez csak nem tudtad. Biztos nem, hát ti izé, álompár voltatok, nem? Hát az illeti ilyen szép fiatok. Hát igen, nagy voltam. Csoda esküvő, meg minden. Nagy izé, repülőgépes izé. De gyere, menjünk le, mert közben nem tudom, hogy kik vannak itt. Jó van. Szia, uhu. Jó van, itt van. Jó van, George is. Látod, nagy pangás van, hogy hívják ezt. Topzódás. Hello, hello, hello. Nyüzsgés, azt akartam mondani. Hello, hello, hello. Csumi. Szép estét. Szia, Leo. Szia, Giorgio bácsi. Giorgio bácsi. Na, szexeltünk. Már nem anyukámmal. Ő már öreg. Ah, nem értem. Hal. Ja? Értem. Izé volt, beporoztam, ahogy tak. Mondta. Tak. Márózsa, értem. Aha. Ez biztos... Mi? Anya, ez biztos... Sültek. Igen, anya, ennek örül, de legyet, azt nem ragasztatod oda a papírra. Én nem örülök. Nem örülsz? Nem. Mit kellett volna csinálnom? Esküvőig nincs szex? Igen. Igen? Hát ezt vele beszéld meg, szerintem akkor megölt volna hát engem. Várom is, hogy bejön. És akkor lesz így, hogy hamarabb szabad. Egyből már a második nap már izé van. Nagy szexek vannak. Azt most melyik áramónával? Aha. Nehogy azt mondta, hogy melyik baszol. Hát Giorgio bácsi, hát ne szopasson le. Hát itt lenne. Igen, de nem mondja már ilyen hangosan, hát meghallják mások. Ez nem baj, az hát nem szígyen azt a lányokból. Persze, azt visszamondják neki, azt mi lesz? Így is tök féltékeny, mert a Deborah előbb látta a farkam, mint ő. Igen, az jó. Nem tudtam. Jó. Meg is voltam lepődve most ezen. Jó, hogy előbb látta. Hát, de nem, akkor most akkor becsempészted a izébe, a barlangba. Ha, ja. Hát, nem rossz. Én is teljesen mindig. Igazából 5 perce voltunk. Jézus, túl sokat látok a manóból, kérlek, tedd le. Tessék. Láttam a tömését. Hát, ez hülye. De jó. A tiéd. Á, értem, akkor értem, vágom. Hát Máriósat játszottunk, tudja, végigment a pályán, azt lecsúszott a rúdon. Jó az, Leo. Szóval anyád előtt akarod mondani? Hogyan közösülte? Nem mondtam el, hogy hogyan, csak hogy az... Te vagy az orvos, anya. Neked erre orvosi szemmel kell nézni, nem? Hát, és akkor... Ja, én azt hittem, hogy szólnom kell neked, azért hívtalak fel egyből. Hogy fővilágosítjuk mindent. Ja, mondta, beszéltek a tojásokról, meg a burkokról. Ja, mert meg is csippeltettük. Szia, bébé! Sziasztok! Szia! Ja, az szépen néz ki. Én hogy járok? Én mindig így járok, mert lusta vagyok. Sziasztok! Kilátások. Ilyen mennyet akar magának mindenki. Így van. Jó Isten. Mi? Szia, Manó! Persze. Hát, ti ismeritek egymást? Nem, de hogy ó, Jézus fasza, Giorgio bácsi! Mit hallottál? Nem hallott semmit. Miket pletkálkodtál össze, Manó? Mennyire vagy indiszkrét, hogy ettől százik két millió? Indiszkrét? Sok. Jaj, mit mondtál eddig? Semmit. Azt mondta, hogy szerettél, téged, meg ilyenek. Igen, ja, ezt Georgie, mondtam. Ez ki köszönöm, Giorgio bácsi. Igen. Tudom, hogy férfi szolidaritás meg minden, de ezt kiveszi be? Mit hát, mondtál? Hát mondjuk ti, mert te vagy arról. Igen. De nem mondott semmit, azt mondta, hogy nagyon szeret meg minden. Igen. Csáhozná a csillagot az égrűnek, magasan meg ilyenek. Más nem jó, mondjuk, hogy nem hiszem el. Georgie, fölmentünk. Jó van, rendben van. Gyere, baby. Jövök. Hogy ne látnának, hogy erős nézlek, háris szép a gyerek. Jó, fel a kanapéra. Szereposztó dívány. Nekem is ez jutott eszembe, csak te előbb mondtad ki. Melyikre? Itt?
Nem szeretnél te közelebb ülni anyukádhoz? Hát meg kellett. Gondoltam, hogy így a kapcsolatról. Így ismerkedtek, gondoltam. És hogy áldásomat adhatom erre a kapcsolatra. Hát, remélem. Vagy sem. Hát persze, anya. Minden rendben van egyébként. Tök ügyes, meg jó az ágyban, meg sok lakása van. Meg ilyenek. Engem az nem érdekel, szeretem, vagy sem. Van munkája, tényleg dolgozik. Mondjuk nem sokat, most azt hiszem 3 hétig nem dolgozott, de most már bement. Ezt te honnan tudod? Én mondtam hát 3 hetet? Igen. Hát mondjuk elvétve, mert más dolgom volt, de egyébként igen. Igen, igen. Szóval egyébként van munkahely, időnként bejár, de megbízható. Aha. Jó, mindig jön, hagyjuk a munkát, most nem az a lényeg, igen. Igen, igen. Hűséges, igen, igen. Hűséges típusok is, menyecske? Hát azt mondta. Igaz, hogy volt jó pár pasim, de meg nem csaltam egyiket se. Na. Nekem meg nem volt semmi, mit nem kell megcsalni senkit. Pasim meg főleg nem volt. Hát mondjuk ennek örülök. Azt védekeztetek? Na, nehogy itt ideje korán unokák fiajanak. Jó, én gyógyszert szedek. Igen, igen. Én meg leraktam az ágy mellé a izét. A jégszemű kék sárkány. Hello, hello. Hogy mutatál, amivel? Hát a védőkártyát leraktam. A Digimonbó. Na igen, az biztos segít. Én úgy hallottam. Na jó, mik a célok? Mik a célok? Na, Rami, mik a célok, Rami? Ja, így válaszoljak elő. Hát persze. Ja, ez rosszabb, mint egy állásinterjú. Mik a célok? Hát igen, ez hát félig meddig egy állás. Nyilván hosszú távú céljaim vannak, tehát semmi kérdése, csak egy kis kalandnak szállom őt. Ja, tök ugyanez. Azért... Tök hosszú távú kapcsolat, meg... Figyelj, Leo, azért ez túl easy neked így, hogy rákontrázod arra, hogy mondok valamit, és ja, igen, ugyanez. Előbb kéne neki hát akkor felváltva kell, egyszer én kezdünk. Mit szólsz hozzá? Jó. Hát igazából ennyi lett volna a kérdés, hogy mik a céljaitok ezzel a kapcsolattal. Egyébként ez a boldogság együtt lenni, örömet szerezni a másiknak, meg ilyenek. Igen. Ja, aztán majd csinálni neked unokákat. Úgy 4-et. Milyen 4-et? Hát ezt nem mostanában. Hát 4 kell, mert akkor én vagyok az 5., és akkor tudunk League of Legends-özni. És köszönöm, letöltöm most már otthon. No, látod. Hát 5 unoka 5 az kell. A minimum. 5 unoka az a minimum. Jó, akkor 5. Figyelj már, tudod, milyen tág lennék én azután? Hát, összevarunk. Igen, anyukám ügyesebben, meg vannak azok az izé. Házenkúgel gyakorlatok vagyunk, és akkor ilyen izéket, az izmokat csinálják, az. Beraknak belé tudom, valami súzót, aztán nyomatod. Ó, akkor ezért voltál olyan ügyes bébi. Hát azokat az izmokat edzeni kell, a viccel. Nekem is kéne súzóznom a fütyimmel. Nem, drágám, nem. Nem mondta senki, hogy az elvágetnem kül valamit. Nem, és ki volt ez a fiatal ember ott lenn? A kékes zöldes hajú? Aha. Igen. Hú, egy nagyon-nagyon jó barátom, egy olyan, hú, 1 éve és 2 hónapja ismerem, 1 éve és 2 hónapja volt vele egy rövid románcom, aminek az én hülyeségem miatt lett vége, azóta még ilyen legjobb barátok vagyunk. Az mit akar, hogy a te hülyeséged miatt lett vége? Túl féltékeny volt. De féltékeny? Fel se tűnt pedig. Nagyon, hát nem tűnt fel, tegnap se. Nem. Miért? Kire voltál féltékeny? Hogy hívják ezen? Jaj, én senkivel. Senkire. Ja. Akkor jó van. Hát ez pedig nem úgy tűnik, hogy csak voltál. Hát talán, mint hogyha a Debire egy kicsit morzs volna. Persze, ez ilyen volt. Persze a Debire voltam, mert ő előbb látta az izékédet, mint én. Hát hogy van ez? Hát most ő kérte előbb. Érted? Hát de most ez hogy néz ki, hogy... Hát miért? Nincs köztünk senki, az nem első. Vagy semmi, de mondom, hogy már csapd elő. Hát az hogy néz az ki? Hát teljesen jól. Nem, miért rosszul nézett ki? Szerintem jól néz ki. Nem, én arról beszélek, hogyha egy férfinak azt mondom, hogy vedd elő a faszod, közben még nincs köztünk viszony, akkor szerintem az úgy nem hát annyira. Azzal kezdődik a viszony, nem? Hát mármint nem. Ezzel azt akarom mondani, hogy viszonyom a Ramonával, illetve a Debórával. Ja, kis elfrajdi elszólás. Nem, semmi. Jó van. Deborának írtam egyébként SMS tegnap, de baszott rá válaszolni. Aha. Ma itt volt benne anyukámnál. És akkor miért nem válaszolt nekem? Fél?
Nem tudom, valamit hümmögött. Hümmögött? Aha. Na csak kapjalak el, Debóra. Mondjuk nem mindegy, úgy mondta, hogy vagy hogy Nem úgy mondta, hogy nem így mondta. Akkor jó. Akkor nem lépek a szájába 41-es lábbal. Kiknek? 41-es lábad van? Igen. Akkor az két kézzel kell masszírozni. Ez jó nagy csónak. Nem olyan nagyon nagy az. Nem olyan nagy az? Nem. Még pont tudsz vásárolni női cipőt akkor. De Leónak is akkor. Igen. Én is tudok még. Akkor csereszabadok a cipőig. Unisex izén van egy Jordanámból. Igen, igen. De azért, hogyha lehet, akkor a tűsarkúidat nevet föl. A tűsarkúidat kihagyom, persze. De ha nagyon szeretnéd kéne, akkor csináltunk ilyen beöltözőset, és akkor... Jaj. Én nem vagyok elzárkózó sem. Majd a nővérke ruhát tudod. Nővérke ruhát vegyem fel? Hát, majd én veszem föl. Jaj, értem. Én nem tudom. Az úgy jobb, igen. Most ne anyukád előtt tárgyaljuk már meg, hogy minek öltözünk be. Bár mondjuk ja, elnézést, nem tűnik, hogy zavart el. Nem vagyok anyukám olyan nagyon Jézus típus. Felvilágosult, vagy hogy hívják? Az nagyon felvilágosult, az, hogy szabad lelkű. Hát akkor szerintem vagy. Régen kápszizott is. Hát, megesik. Jajon. Megesik az. Azaz. Mi? De ő nem szereti, hogyha én kápszizok. Mert ugye a Pufi bácsi sokat szoktatott tenni a drogra, és ott letított róla. Majdnem meg és is te is tartod, amit mondott anyukád neked? De előttem nem csinálja. Szeretem, hogy nem kellett válaszolnom. Így nem kell hazudnom. Jó van, nem akarlak itt feltartani titeket. Akkor örülök, megadod hogy... az áldást, meg minden? Mert az öt unoka? Megadom, de egy rossz szót tudok, vannak kapcsolataim. Aha. És akkor mi elásod? Meg őt. Hát én miért bántanám meg? Dehogy bántanám meg? Hát én úgy ismersz anyag, igen, csak elverlek, mint a lovat. Nyiha. Nem vagyok én megbántós, hát én egy úriember vagyok, olyan vagyok, mint apukából. Mondjuk ma este volt. Na ide figyeljél, nem apád nevelt fel, Pufi nevelt fel. Hát ez igaz sajnos. Biztos apu jobban viselte volna a dolgaimat. Lehet, hogy akkor kijártam volna azért is gimnáziumo. Szerintem is. De azt lehet, hogy miattam lett volna. Igen? Te ilyen izé vagy, ilyen strázsás, vagy hogy hívják? Hát körmesteres. Igen, ostorral alszom, ostorral kelek. Cowgirl. Ja, nem, az de az ostorra nyomja. Korbácsa az más. Hát én ezért nem mondtam korbácsa. Értem. Ez megmagyarázza a dolgokat a régi játszatokban. Hát... Azt hittem már, hogy apának volt valami sötét ínye, azt az volt a kínzószoba. Csak a rádiót hallgatom közben. Mm. Kínzószoba az nem volt. Hát most így jobb, hogy többen lettünk. Hogy érted, hogy többen lettünk? Hát dokik. Ja, azt hittem már Ramónának örülsz ennyire, hogy többen leszünk, üdvözlöd a családba. Persze, rögtön öt gyerek egyben. Hát mit nem, hát majd, még belefér. Hát még te is szinte. Hát én még tini vagyok. Hát ez a probléma, hogy... Hát hogy igen. Mi már el kéne kezdenünk? Nem. De. Miért előbb annál jobb? Csak ez a família, ez belőled áll, meg belőlem. Ah, de meg ott van a Peti, meg... Hát, ja, igen. Peti. Hát, az ő testvére. Ja, így van beírva nekem, hogy leszar engem rokon. Oh. De jó, legalább most már tudom mondani. Hát igen, mert egyébként 18 évig felém se fingott. Aj. De aztán egyszer már elmentünk valahol együtt vonászni, meg ilyenek, és az jó volt, szóval. Most már elkezdtünk bondingolni, csak azóta nem volt. Pedig emeltünk valamikor. Emeltünk együtt is. Hoznám a Ramit, meg minden. Nincs már valami jó kanadanya? Igen, nem szedtél már össze valakit? Lett egy jeepem. Nincs senki. Nincsed? Ó, pedig akkor emeltünk volna négyes randira is. A dupla randi, mi? Jaj. De most mondj valakit, Hát, ja, Pufi bácsi már foglalt. Sos is. Hát de miért csak a családon belül, már hogy a kék családon belül tudsz gondolkodni?
Hát... Azért nagy ez a város. Hogy nem hívja? Ismersz más? Van egy izé, ismerek egy nagy olasz izét. Kant. Két. Na. Az Angelót. Hát de tesónak, igaz, hogy igaz, de hát az Angelo velem egy idős. Hát de az... Angelo nem, idősebb. Idősebb? Koros, kell. Koros. Koros. Angelo a koros. Koros. Nem, mondom, idősebb kell. Alvin bácsi az már idősebb. Értem. Hammer, Hammer, Schlanz, Hammer, Schlager. Ne? Schlaghammer. Hát az. Német ne legyen. Ja, ne legyen német, értem. Jó, hát még annyira nem vágom. Majd valami idősebbe akkor. Ez kicsoda. Nézek neked egyet. Nem tudom. Sziasztok. Szevasz. Hello. Cső. Itt komoly beszélgetések folynak. Segíthetünk? Jó, nem vagyok. Nem zavarok. Az én egyik barátom. Köszönöm. Igen? Mm. Sok barátod van neked. Az összes hát együtt voltál, ember. Vagy csak a másik? Nem, ezzel meg főleg. Hát saját fiavítelem, barát túlzás, csak elviselem. Csekfej. Milyen bizalomkerészt úriember. Egyáltalán nem az. Szegény meg van ütődve az agya, kicsit ja, tudod ilyen. Ilyen izé, gumikalapácsos? Hát olyasmi, igen. Vágom. jó van, nem tartalak föl titeket. Jó van, anya, akkor hogyha találok valamilyen vének faszit, akkor szóljak neked, de ugye? De ne béna, milyen béna? Nem béna, véne, baszontam, ja, idősebb. Jó, azt hittem valami béna. Nem, miért találni neked béna? Csak valami fullos, izé, milliárdos faszit. Valami tolószékes rémet, amit meg, vagy akit majd anyukát tologathat. Ezt tologathatom, az idősek otthonában. Ahelyett, hogy anyukádat tologat. Fölsáll a pöcöli gönde. Na hát apukám után úgyis az összes faszi nyomorék, szóval. Az a szingli szegény. Hát nem sikerült eddig. Nem? De legalább volt hát valaki képbe? Az a múltkori faszi? Kicsoda. Hát akinek ilyen izé, tiszta ilyen lófasz, lisztes volt a képe. Akivel ott kipróbáltattak a deszkámat a izébe, az aluljáróba. Lisztes képű fasz. Jó, a faszom nem, ilyen mély hangja volt. Tegnap este elszettem egy cím. Ezer éves barátom. Ennyi módosítószer fogyasztotta. Remélem bájolsz. El legyen mondani, hogy stábistár. Cső. Hello. Hello. Tudok valami sütni? Persze, sokan van. Nagyon sokan van. Ugye. Na látod, anyukám örült neked. Igen, na most akkor gyere már, aztán meséld na, már el, hogy miket mesélgettél itt, míg ide értem. Ja, semmi, csak mondtam, hogy már együtt vagyunk, meg minden. Az oké. Kamarunk. Igen, de így a tegnapi dolgokról mit? Hát, izé, hogy tudod, hogy huncutkodtunk. Oké, de mennyire mentél a részletekbe? Hát azt mondtam, hogy olyan volt, mint a Mário, tudod, amikor végigviszed a pályát, azt ráugrasz a rúdra. Utána ugrottam. Kaptad a 10.000 pontot. Csumi. Szép napon. Nagyon tetszik a hölgy szoknyája. Köszönjük. Köszi. Nem az úrnak mondtam, de szívesen. Én azt értem, de az én hölgyem. Nagyon szépen köszönöm, ő hordja. Tényleg? Így van. Igen, az én csajszikám. Nagyon szép hölgy. Legyen rá büszke. Szépen köszönöm, az vagyok. Fúlos Gári. Nagyon kedvesek vagytok, akár ti is vagytok. Hát a hős nyulak, nézze meg. Igen. Ó, de menő. Szüper. Ez annyira nem minden, de igyekszünk. Köszönjük, zavarba jön. Na, nem zavarunk tovább, nyugodtan csókolózni. Jó van, nyugodtan csókolózunk, idegesen nem szoktunk még. Még nem is veszek Szia, már kérdezte. Ja, még nem veszekedtünk, még nem találkoztál Deborával, hogy veszekedjünk. Még nem találkoztam vele, de baszott engem, vagy nekem visszaírni. Ja, pedig itt van, ben van a városban, hívott meg minden. Hát mint édesanyámmal beszélt. Aha, nem hívott föl? Nem. Én. Hát te! Miért hívjam fel? Mi nem számoltál be? Hívd el dumálni valahova. Hívjam el, hogy megiszunk egy kávét az Uhuba. Így például. Félsz? Nem. Annyira. Hát én csak bemegyek az Uhuba, beállok a pót mögíti, meg ott véletlenül beszélgettek, hogy halljam. Jól van. Féltékenykedni fogsz mi? Nem fogok. Akkor jó, akkor felhívom, megkérdezem. Elvisz az óba? Vagy persze. A főpukba eldobsz, bébi? Á, el, de te vezess. Oké. Akkor eldobom magam. Jó. De előbb vegye föl. Hát igen. Nem veszi föl.
Az baj. Ja. Akkor borítja a tervet. Lehet, hogy meghallotta, hogy összejöttünk, azt már lepattintott. Hát de kitől hallotta volna meg? Hát tudod, itt a falnak is füle van. Hát mondjuk meg... Jézusom, de szar az autó. Na, csak szépen. Jézusom, de jó ez az autó. Szívem, uram, atyám. Ugye, hogy sokkal jó. Hol kaptál ilyen kurva jó kocsin? Na jó, most már sok lesz az iróniából. Az álom. Sok lesz az iróniából. Jaj, biztos a kocsi a hülye most is. Igen, igen, mondtam. Jaj. És mi a helyzet, Angelo? Nem tudom, alszik még. Egyben van, alszik még? Akkor jó van. Uh-huh. Akkor minden rendben van vele. Igen. Még szerver? Csudapest. Minden rendben van vele. Tegnap leraktak engem otthon, utána mentek ketten az exével, hát gondolom, hogy mit csinálni. Ja, piros pacsisztak biztosa. Biztos, persze. Na hát jó teszik. Összejöhetnének megint. Aztán leraktak, igen. Úgyhogy... Ja, mondtam, hogy rakjanak le, fölébresztelek a Power Rangers után téged. Nem volt egyszerű, de... Hát milyen a vaszom. Hát de horkolsz is amúgy. Dehogy honkolok, az de. Csak dorombolás, drágám. Dorombolás, persze. Dorombolás. Én vagyok a valacska, nem? Na jó, van akkor. Na nézzük. Ezt ki kéne tenni. Hú, micsoda moci. Hát igen, BMW. Jó, neked minden egy BMW? Hát, jó reggel. Csak a jót. Elnézést, véleményt kérek mára. Igen, rágógumi. Does his auto is good looking today? Jó néz ki, olyan rágógumi ízé, rózsaszín, nem? Ja. Talán a kerekei egy kicsit túlságosan ki vannak dobva, de azon kívül egyébként jó. Ah, ez direkt így van, ki tudunk volna, testvérem. Hát gondoltam, csak azért mondom, hogy az talán egy kicsit csak. Hát ez az enyém, hát nem látod milyen pacek? Olyan pacek, mint a gazdája. Paceknak pacek, az biztos. Hát hogyne. Kicsit olyan, mint egy ilyen távirányítós autó, nem drágám? Igen, egy kicsit. Hát igen, ez szuper járgány, ezt telefonommal irányítom, mikor le akarok parkolni, vagy vizéj, leállok valahol, várjál, mindjárt elmondom a szorít, le kell rakni. Na, mondjad, bátya. Na, képzeld el, állok például a csudamehánál, az kinnál a kocsi a publiknál, megnyitom a telefonomat, azt jön ide, mint a Tesla. Aha. Komoly járgányom van. A Tesla. Az a Tesla rémálmodban ne jöjjön elő. Nekem se. Ja, a rendőrök szedtek ki belőle. Elvitt ki minket a világ végén. Hát a drágám mi? Enyém. One love. Azaz. Van lóvé. Egy lóvé. Akár így is lehet, igen. Oh, why van lóvé, ha? Szép fehér, hófehér, atyolat. Igen. Ilyen szépen, kell sok lenni a faszi? Igen, észrevetted rajtam? Na igen, igen, igen. Mindig láttam rajta. Azért bírni kell egy ilyen. Érzem minden rezdülésedet fágad. Igen. Egyek a rezgések meg minden. Az biztos. Mi legyen, bébi? Nem tudom, ha dolgod van, akkor nyugodtan csinálod. De tuningba akarok elmenni, csak azért kérdezem, hogy a Bentley-vel visszamész az U-ba, azt majd ott alizunk? Hát visszamegyek persze, akkor ösztön nyomja csak. Jó van, Csajszikám, puszilak. Puszi. Szia, drágám. Jó vagyok, én mindig jó vagyok. Hát remélem is. Szia. Ne tudjam meg, hogy rossz vagy. Én nem tudsz meg semmi rosszat, Nyugi. Helyes. Mert nem leszek rossz, jó kislány leszek. Helyes. Kivéve este. Ott lehetsz rossz. Puszi. Pusz. Na nézzük. Leo nem fog meghalni? Miért kellene, hogy meghaljon? Jézusom, miért akar meghalni a karakterem? Mi a fasz bajom van? Mitől van ilyen rosszul a Karim? Ez valami pedesbeg akar lenni? Nagyon rosszul vagyok. Mi a fasz? Ezt írtad kb. Fél órája. Nem vettem észre fél órája, hogy ilyen retekül van a karakterem. De most helyre raktunk. Jeez.
Szép napot! Hello, szia! Szép napot, szeretném kituningultatni teljesen a motoromat. Milyen kurva jó ez a fejdísz, nagyon fasza. Kérsz egy banán? Fúlos. Milyen? Hova tegyük be? Hát kóstold meg. Kóstold meg és megtöröd. Gyümölcs? Nevet szőlőt. Aha, fasz, persze, igen. Most akkor szedtem. Itt de a fácán tollat marad, nehéz volt megnyúzni. Fácán tollat? Az van benne, nem látni? A banánba? Banána. Aha, hát stíló, megy hozzá, nem? Tök jól néz ki a turbánon. Komoly egyébként, igen. Úgyhogy benne van a 30? Benne, igen. Nagyon fúlos. Akkor ennyi. Köszönöm. Bármikor éjes vagy, szólj, aztán megyek szem a VR taxival. Jó van. Benne van a kerekem, skacok? Benne van, benne van. Meg legyen. Meg van. Melyik úrnak van szüksége? Az a BMW-t szeretném széttuningolni, mint az állat. Felírtad nekem, hogy itt volt? Őtet? Aha, tök nem tudok felülni meg itt, mi? Hátul jó lesz? Nem, ide hátul. Ez egy személyes? Szerintem igen. Ezt nem tudtam. Muszáj lesz lemennünk, mert ugye itt tuningolnak. Ja, jó van, akkor lemegyünk lentre. Oké. Okay. Szerződésed van? Nincsen. Nincs? Jó. Újonnan vásárolt jármű? Igen. Jó, akkor belső tuning gondolom. Belső tuning, külső színezés, aztán meg majd egy forgalmira. Jó, oké. Okay. Kösz már. Lent is van automata, gondolom. Nehogy már. Jézus ha. Isten, hát milyen világban élünk. Hát csak oldalt sötétítettek. Folyamatosan esik a HP, meg kell mennem az orvoshoz. Megpontolni. Egy személyes. Igen, egyébként. Mondjuk legalább sportolsz egy picit. Igen, egyébként az is benne van. Nem ül fel mögém egy paraszt, mondjuk. Na, akkor ez meg is van. Jól emlékszem, 180 ezer körül van a tuning, szóval kiveszek. 160-an. Igen, akkor adok egy 10 ezeres számlát, és adom is a másolatot. Jaj. Father! Mennyi körül lesz a izé full tuning? Hát mi a ár? Az 315 ezer csurint felfüggesztés nélkül. Dobtam rá közben egy tisztítás, hogy lássuk az éveszínét. 316? 315 ezer csurintot okay. Szeretnék kérni. A belsőre és utána minden változtatás 20 ezer csurint. Jézusom. Szerintem felveszek még 200 ezeret. Az automárkánál PF 310 mennyi volt? 315 ezer csurint a belső tuning. Próbáld meg itt a kormány előtt. Fisztert kér, de ha már újra kell kezdeni, ilyenkor. Tudod, csak sunyiba. Igen, igen, zsebbe. Akkor megkapja a fékeket, megkapja a motort. PF van. Kap egy turbót, és rakok bele neked egy riga váltót, az megfelel? Riga? Az mi a fasz? Aha. Hát tudod, ez a kormány változó kétsebességes, ez elég szerintem, nem? Hát maxra menjen. Jó, hát ez a maximum, amit ebből ki tudunk hozni. Jó, fullos legyen. Jó, persze. Aztán tudunk neked olyat csinálni, hogy szia, itt az első plexit lesötétítjük teljesen. Aha. Köszönöm szépen. Hát annak annyi értelme van, hogy sem ennyi. Igen, hát végül semmi. Annyi a bogarak lehet, nem látszanak rajta annyira, a gyorsan mész. Aha, akkor legyen nyomjad. 20-as? Egy 20-as kérnék, így van. Ugye a horgász, jól fizet, mert van prémium. Köszönöm. Le is raktam. Aztán nézem neked, hogy miket tudok még rajta változtatni. A kéket nyomjuk már át tűkízre. Akkor lefessük, jó. Akkor legyen egy felső, elsődleges szín. Miért mondtál? Tűkízkék? Tűkíz, aha. Celeste, cirkónium, cian, elektrik, galaxiskék, kletcserkék, gyémántkék, horizon, kabalt, kékezződ, lapislazuli, metálkék, Paradise-ket. Szerintem a Paradise. Ha a kabátot ja. Hoznézzük, akkor igen, ez Paradise. Hasonlít a legjobban. Így, igen. Jó, akkor ez is egy 20-as lesz. Tessé. Ja, gondolom a másodlagos szint is. Nézzük meg, hogy az hol van. Ugye mutatok egy fehéret. Aha. Hát az itt fönt. Aha. Hát. Ugye az most alapból fekete. Uh-huh. Szerintem lehet fehér. Jó, akkor az egy fehér. Ezen kívül tudok még neked felnit változtatni rajta.
Hát a jó BMW-s felnit elbaszni. Hát mondjuk, igen, én nem bántanám. Inkább nem, én se. Jó, ezen kívül megnézem neked még, hát van rá valami extra. Köszön. Egy darab extra van rá. Előre kap egy ilyen szárnyat. Aha, nyomjuk, rakétás. Igen. Hát ez egy személyes motor. Igen, igen. Ezzel tudsz száguldozni. Jó néz ki innen előre, olyan, mint egy ilyen izé. Úgy nekem néz ki, bazd meg innen, hogyha tetszik. Megnézed egy az egybe, mint a League of Legends-ből a Bika. Nem jut eszembe a neve. Tudom, kire gondolsz. Egy az egyben olyan a feje. Aha, kurva jó. Amúgy tényleg jó néz ki. Alisztár. Azaz. Ez az Alisztár egy az egyben, nézed. Azaz. Legalábbis innen ez egy Alisztár. Baszott jól értolálták szerintem az első lámpáját azzal a fehér ponttal és azzal a piros szemöldök rész, az kurva jól néz ki rajta. Ja. Matricát gondolom nem rakunk rá. Krómfestés, az se lenne rossz. Matrica, milyen matrica van rá? Hát nem tudom, hogy van-e rá egyáltalán, de nem rakunk rá, mert nincs rá. Akkor ezt megbeszéltük. Igen. Aztán neon tudok még alá rakni neked, gondolod. Kell a faszni. Ugye megnézzük, hogy mennyire látszik sehol semmi. Nem kell neon. Jó. Kerékfüstöt esetleg. Kerékfüstöt szeretnél? Nem hiszem. Jó. Akkor még egy forgalmit szeretnél, igaz? Ja. Egy RGB-t esetleg. Nem kell. Jó. Neked egy Predatorra hasonlít? Nekem az Alisztár itt az ember van. Fényképes igazolványt az útól. Tessék. Majdnem négy rokonok vagyunk. Igen, Leo vagy. Igen, Leo vagy. Igen, én hát is akkor... Leonardo, csak Indy Capri. Ó, hát az a negyedik nevem. Vágó Leonardo Di Caprio. Az igen, hibátlan. Az boldog hatalmas. Névnapot, tesó. Neked is. Hol a régi Alisztár skin? Ez tök, ez Alisztár. Jó, aztán majd kérdek tőled azért még egy pár dolgot. Egy ez egy Alisztár. Majd csak először, amit tudok, azt kitöltök, jó? Ez az Alisztár, gyerekek. Az a ték neved akkor az a Vágó, igaz? Ja. Vágó Leonardo Alejandro. DiCaprio már nem fér ki, ezért nem szoktam mudarak. De nem a Messinek vagy a Izzy, a fia? Nem. Ja? Az én szüleim meghaltak születésemkor, úgyhogy... Nekem is, de anyukám jobban van. Igen? Hát de akkor hogy halt meg? Ha hát ilyen repülőgép balesetük volt, aztán lezuhantak, és úgy volt, hogy Izzy, hogy kapava. Aztán mégse volt kapa, kiderült, hogy anyukám Izzy túlélte, és kiúszott egy szigetre, vagy mi, aztán 18 évre rá Izzy észrevették. Azt ilyen full amnéziás volt meg hát minden. Akkor az, hát minden tiszteletem mondjuk Ádé, akkor ő egy túlélő, egy igazi túlélő. Igen, egy igazi survivor. Akkor csak ráütöttél, remélem. Akkor te is ja, az vagy ja, egy ilyen... Én is túl akarok élni. Az minden. Kurva jó. Figyelj már, valami Dudát is tudunk vele baszni. Azt elfelejtettem. Aha. Az is egy 20-as? Igen. Akkor mindjárt hozok egy 20-as. Nekem inkább Megatronos a Transformersből. Hát, sok mindent lehet belerátni. Ó, itt van a Sheldon. Be is dobtam neked a utcást. Oké, megkaptam, csak közben. Majd egy rendszámot kérnék tőled még. Fingom sincs. Hát, a kulcsait, kulcsoknál meg tudod nézni szerintem. KIK 078. Ja ne, várj, gecire nem. Hát lehet, hogy... ELT 687. ELT 687. Nem biztos, de van rá százalék. Hát addig nézzél utána. Mindjárt kiderül, adok neked egy kulcsot. Nézd meg, hogy tudod, hogy ELT 687. Igen, csak hogy tudod, ez-e, mert hogy nekem aha. A
kulcson azt mondja, hogy ismeretlen márkájú. Aha. Egyedi rendszám Alisztár egyébként adná. És ha még egy hónapban születtünk, akkor aztán rosszul is leszek meg egy évben. Hát ő most február 28-dik. Most február 28-án voltam 18. Aha. Hát akkor nem. Akkor én már majdnem duplája. Ja. Nem. Na, akkor a vezetékneved az Vágó, a keresztneved Leonardo Allejand. Allejand, ja. Rendszám az ELT687, típus az BMW, igaz? Kék, tuningolt, oké, ez is megvan. Mutatok neked egy példányt, parancsolj. Szerintem jó lesz. Oké, adok egy példányt neked. Kösz már. Parancsolj, azért ha elvesztett szójá van nálam. Jó van, baszol rád Dudát. Aha. Valami geci idegesítő ismétlődő kell, hogy kiidegeljem a rendőröket. Uhu. Na mutatom akkor, hogy okay. Vannak, aztán majd kiabálsz, ha valami megtetszik. Jó. Olyan kell, ami ismétlődik, vágod, ahogy gyorsulok, úgy izé, loopol. Akkor luppos Dudát szeretném, akkor mutatom csak a lupposokat. Ő az első. Ez nem. Ő a második. Ezt elteszem. Ez tetszett, de majd még várom, igen. Ez nem. És ez a három fajta luppos Dudánk van. Akkor azt hiszem a második volt ez a... Aha. Ja, milyen? Mutatom. Ah, ez jó lett. Jocikám, hálásan köszönöm a harcosok szintű támogatásodat. Nagyon szépen köszönöm. És észrevettem ám a Patreon támogatásodat is. Nagyon szépen köszönöm, hogy Patreonon is támogatsz. Kösz szépen. Parancsolj. Kösz már. Szívesen. Csumi. Aztán odafigyelj magadra. Én mindig. Ne törd össze magad. Sose nem. Legébb Duda, ez volt Feri motorján, és igen egyébként. Ez van rajta, és ez így is ki. Aha, majdnem ugyanaz. Három forgalmi autó azt csinálj. Nagyon szépen köszönöm, Kristóf Roland, nagyon szépen köszönöm. Jó lett a moci? Szerintem is fullos. Megnézzük, hogy milyen a súlypontja. Miért tudunk vele ugratni? Ez most majdnem halál lett. Mert fel kéne menni rádióra is. Ugratunk egyet, aztán elmegyünk a kórházba. Amint megtalálom a ezt a kaszos cuccot. Azt mondja. Csomi Digo Rádion. Horváth István, sziasztok. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a támogatásodat. Ugratunk, majd elmegyünk a kórházba. Előjelek, így. Easy Rider, öcsém.
Phosphoration amúgy, srácok. Megyünk bankot amúgy, srácok, az a kérdés. Mehetünk, csak el kell mennem izébe először, kóházba. Kipróbálnám az új motoromat meneküléshez. Találkozunk nálatok? Húba, biztos vannak. Húszok? Mert dolgozik a csajom. Jó. Hogy érzed magad eddig? Milyen napod volt? Mennyire vagy ott a szerem? Én? Te. Hát eléggé mi. Jó, akkor te irányítod le a bankot. Na baszd meg. Lehet, hogy tényleg az ezres. Ez nem a szép. Csak a szép napot. Szebeket. Szia, Leo, hogy kamizussal. Anyukám? Gondolkodik? Ott van, ő mögött. Csak kérdezem. Ott van. Túrja az órát, vagy itt van fejben. Na, szmizussal, Leokám. Nem tudom, elmentem is, olyan rosszul érzem magam, nagyon így. Na, gyere, nézelek meg. Szubra melkasom. Na, mert még fasztál, vagy nem mi? Nem tudom, nem emlékszem semmire, hogy történt volna, mégis nagyon szúr, és egyre rosszabbul érzem magam. Ah, hogy nézem meg. Tessék, de veszem az év kabátomat. Csajszínak miért nem mondtad, hogy takarjunk, mert vagy valami hasonló. Hát igen, kellett. Én nekem kell ilyeneket mondani neki, te, nagy fiú. De hát ezek szerint. Ha? Kettő most tartasz a tűzbe. Melyik kamacsó? Nem kell tudni mindenkinek. Te azt nem mondtál, tartom. Csak itt mondtam, volt azt mondtad neki. Nem tartom annyira a tűzbe, csak hogy előtte még. Na hát most, amíg nem volt semmi, addig mindent lehet, nem? Hát végül is igen, csak na, akkor most vigyázzál, hogyha a bélyeg odarakad a papír, az aztán lesetsz. Á, nem, vigyázzunk, bár anyukám azt mondta, hogy kéne csinálnunk már most 5 gyereket. Mennyit? Azt mondta, őt szeretne, őt unokát. Leo, ha egy is sok, nem hogy őt. Hát de... Na figyelj, adok neki egy 8 citromat, úgy látsz, hogy még faszta. Nézd a csak. Picsába. Köszönöm. Tessék, egy kis 8 citra lesz véd be. Hú, sokkal jobb. Fogyasztottál valamit olyan, amit nem szabadna? Nem. Na, akkor itt van egy kis... Adok egy jó jégermasteres gyógyszert. Mit szólsz hozzá? Jégermasteres? Az olyan íze van neki. Aha. Tessék, kezedbe adom. Köszönöm. Hát egy gyulladás csökkentő, csak ilyen gyógynövényes anyag. Fincsi nagyon. Köszönöm milyen, szépen, milyen Gyógyó bácsi. Na, jobban vagy? Ha, sokkal. Mintha új lennék. Vidd el valami moziba, vagy valami izin, vagy vidd el izin. Jó, elviszem. Színházba. Jó van, köszönöm. Legyél romantikus. Az leszek, romantikus leszek. Elviszem színházba, meg minden. Majd izin, edzen a teremben, meg minden. Ott voltunk most nemrég. Ez jó volt. Jó volt? Volt. Ha? Szép napot! Szép napot! Szebbekedsz! Gyors pisik aki. Kezed mosok, jó? És majd megszáren. Végeztem kórházba, akkor találkozunk a placon. Egy autóker. Szóval miért van jelentősége? Tudom-e, hába is voltak a Sheldonék? Senki sincs itt.
Szia, anya! Na, szia, állatunk kerestél. Ja, igen, csak arra voltam. Hát, izé, megfáztam egy kicsit, de Jojo bácsi adott nekem neocitánt, azt most már jobban volt. Jó van, akkor helyes, szedjed rendesen. Jó van, anyuci. Minden rendben egyébként? Aha, minden. Akkor jó van. Puszi, anya! Pusz, hello! Szia! Na, fasza. Jó van. Ajára, jó, aki akar jönni bankra, akkor az Azték placon izé gyülekező van, azt számolunk. Sasi, te jössz? Nem tudom. Motoros rablás lesz. Motoros kaszkadőrös, megőrülős. Nekem nincsen motorom hozzá. Hát és van? Céges. BF. Még BF-e biztos nem megyek. Pedig izéket akarok, ugratókat akarok belerakni, meg ilyenek. Ez egy hulladék az a motor. Én a új izémet, a BMW-met akarom meghúzatni, tegnap nyitottam. Na szép. Századik pörgetés. Kipróbálod, geci, jó? Kipróbáltam, úgy lejtettem róla a Sheldon. Ja, akkor mindegy. Mi van ilyen a Sheldonnak? Van. Nyomja ki a picsámat, tudod milyen nehéz volt kinyitni? Ja, képzeld el, hogy a tegnapi akció után a Sheldon már azt is tudja, hogy ki volt a motoron. Mi? Hogy? Csak mondom. Hát igen, és ezt kérdezem. Akkor lehet, hogy nem is izé, nem is bankolni kéne, hanem megint megszoptatni a Sheldon. Hát igen. Azt igaz, hogy el akarjuk kapni. Jó, meg basszuk. Ott volt a izébe. A csudamehába. De jó, csak most rendőr, ez geci, ráfeszik a csipogóra, geci, ezt ennyi volt. Hát, és gyorsan megkötözni, ezt bebaszni egy autóba. Én is mindjárt érkezem. Nekünk ilyen. Gyorsan bebaszni egy autóba, elmenni vele. Aztán nem tudom. Loki, te már megint iszol? István, nagyon szépen köszönöm a harcosok szintű tagságot. Köszönöm szépen. Ja, az jó. Na hát az az igazság, hogy én ilyen motoros izé rablást terveztem. Az menő lenne. Ilyen nagy izé. Leugratós megőrülés. Egyes bankba elmenni. Onnan ott a izénél, a fegyverbótnál van egy jó tető, ott át lehet ugrani, át az építkezésre, azt onnan ki lehet menni az építkezésnél. Le van kis... zárva az ékszer. Le a izé, ó, faszom, akkor ennyit erő. Akkor mindegy, akkor jó kitaláltok. Viszont így megnézhetnénk, hogy merre van a Sheldon. Hát, az a baj, hogyha rendőr szoliba van, az nem annyira baj. Akkor esélytre lehet kapni. Megpróbálhatjuk. Hát megpróbáltad, de úgyis ja. Pontosan tudod, hogy jön az lesz a vége. Vagy mennyire tudok koncentrálni valamit. Hát oda megyünk, ezt kirángatjuk az autóval, ezt nem szórakozunk, nem kérdezünk. Nem, egyszerűbb, hogyha miközben VR transzozik, akkor fogod elkapni. Sose fog VR transzozni, gyerek. Sose. VR transzozik, még ott is szokott? Teljesen jól tudja, hogy gecizni akarnak vele, sose fog VR transzozni, csak mondom. Nem mert? Ha szép létszámban vagyunk, akkor mehet felőlem az is, de akkor, ha utána jön a rendőr, és eldurvul a vége, akkor ott is ott lesz a csapat. Én simán. De egyébként én a izét is nyomnám, amit múltkor csináltunk. Ilyen rajtaütések. Sunyiba mindig. Egy kicsit. Hogy szokja. Mit csináltatok? Ja, azt nem vágod? Akkor semmit. Hát, mondja csak, most már érdekel. Ja, hát geciskedett valakivel, aztán nem volt nála személy, és igazoltatta, és utána sitre ültett. Ezt úgy felbasztott magunkat. Ja, akkor ennyi, akkor tudod. Hogy izé, motorra, a hátulról izé, rádaráltunk a izére, az autóra, meg a kerékre, aztán elhajtottuk, beszóltuk neki, hogy vissza lehet venni az arcból. Aha, szóval ez az, amit Sas kezdett elmondani, de csak mondott, hogy... Full feketében voltunk, full fekete motorral, és... A Sheldon már akkor tudta, hogy mi vagyunk, és most meg már tudja, hogy a Venom is ott volt. Mert azt mondta, mert a Róka mondta, hogy most már nem ránk gyanakszik, hanem a Kingesekre, és a Kingesektől valami O'Neill, aki ott dolgozik a gymben. Na hát az O'Neill, az a Venom. Ha, és hogy beöltözünk, nem tudom, izé Cripsbe.
ezt kellettem mondani, hogy akkor öltözzetek át. Ja. Most már szarokban. Nem, nem feketében, hanem olyanban, ami majd régen volt, 18 street. Fradisban. Fradiban, ízé, Újpestben, Lilában. Mehetsz. Azt izé, szoptatnánk a Sheldon. Mindig csak egy kicsit izé, rápufogtatni, azt ott hagyni. Csak annyira, hogy ne kapjon még ízbe. Hát a kerekeire, ja. Kilőd a kerekét, meg belelősz kettőt még a izébe, a kocsiba, de nem rá. Azt azért akkor biztos összeszarja magát is. Ezek a székplac? Lehet idővel visszafogja magát. Vagy ha van még faszfej, mint mondjuk a Redgrave, meg ilyenek, akkor nála is meg lehet csinálni, azt meg lehet mondani, hogy ezt küldjük a izének. Küldjük a Sheldonnak, hogy vegyen vissza az arcába. És akkor körbe megy. Rájönnek, hogy fú, nagyon nagy baj van a izével, a Sheldonban, és akkor lehet, hogy lefokozzák, nem? A rendőrök, hogyha már annyian kapják mindig, hogy a Sheldonnal van a gond, nem? Nem. Hidd el, eddig is mindig vele volt a gond, és mindig csak előréptették. Azt hittem, hogyha mindig elkapdosnánk így rendőröket, meg eciznénk, és mindig mondanánk, hogy ez a Sheldon miatt van, akkor kezdenének valamit a Sheldonnal. Nem. Ez a baj, hogy megcsinálod második rendőr, nem az lesz a válasz, hogy jó, akkor hello, ez itt a tech, és az a razzia. De hogyha nem izébe vagyunk, nem kolorba, akkor onnan tudják, hogy mi vagyunk. Ó, hidd el, megfogják. Nagyon sok jegyzőkönyvük van, egy rendszám kikerül, és már vége az egésznek. Kamu rendszám, az cső. Van egy csomó a városban. Hát ez a egy mozdulat egész... felpattintani, nem? Az is, hogy közben mondom, egy nevet mondok, és már minden bukott. Mert ha ő meghallja, hogy Digó, akkor össze fogja kötni az egészet. És hát akkor nem, mindenki vesz egy új maszkot magának, és lesz répafejúrasság, lesz kártyavár, lesz kis cica, róka, dino. Jó, és megvan a olyan maszkokat, amik ránézel, és rögtön tudod, hogy mi az sima. Így ezt kell csinálni. Én engedem, hogy csináljátok, mert kabarjuk fel az ellóvizet, akkor csak egy kritérium észre, és nem mindenkit baszogatni, ha? Hanem csak a rendőröket, és csak Sheldont. Az, rendőröket is, mindig a Sheldonra hivatkozva. Viszont ha már tudjátok, hogy jönnek Surgeon anyám kínja, és már lőni fognak, akkor azt inkább hagyjátok ott a faszom. Ja, én úgy gondolnám, hogy mindig elhúzunk. Nem ott maradunk lövöldözés generálni, oda megyünk, rádarálunk a motor hátsülésére, elmondjuk, hogy ez a köcsök Sheldonért, hogy fogja be a pofáját. Azt már ott se lenni. Azt most mit csinál ki lyukat kerékkel? Na, én is erre gondoltam, tehát, hogy ja, ezt tettem a szavaidba. Azért ezt megcsinálni be. Egy nap, fél óránként egyszer, aztán akkor sztrókba vannak, biztos kibasszák. Ezt szeretem belőle, csak az, ami muszáj kihangsúlyozni. Előlépszik, hogy túlélte. Muszáj elmondani, hogy ne ez legyen belőle, mert van olyan idióta köztünk is, aki rálő, úristen visszalőtt, hát akkor lelőhettem. Sok ezért. Ja, én nem úgy gondolom. Én mindig csak rádarálnék az autóra, a kerekére. Nem is lőttem, amióta rendőrre, tegnap óta. Köcsök Sheldonnak, adom a csókját, aztán menni tovább. Másodpercem, hogy... Intézzétek, csak ha gáz van, akkor ugyanúgy legyen a csapat teljes létszámmal. Jó, ki az, aki benne van, azt tegye föl a kezét. Én nekem most ki kell maradni, mert lassan alszok. Ez meg kettő. Sas is benne van, Pipi. Tessék? Ez az egész most történne? Ja. Hát, nem tudom, őszintén. Úgy már ez szerintem. Akkor eddig ketten vagyunk benne, az is. Ez nagyon sok. Az pont egyel több, mint hogyha nem lennénk ketten. Azzal már lehet darálni, mert egy vezet, egy lő. Ennyi. Egy meg infózik. Igen, egyébként én lehetnék az info ezzel az újja, mert ez úgyis csak egy személyes. Kurva életben már. Még lehet, hogy van, aki azon kül, aki itt van, azt egy plac. Az a baj, mehetnénk bankot is, csak tök most viszik a ízét az ékszert. Rádió, sziasztok! Visszak Marksman fegyvert, azért fejbe lövöm az ember geci az autóba 300 méterről! Az nem jó, nem ilyet kicsi. Csinálom. Viccelek. Jó van. Nem hallani rádió? Sasi, vagy hárman nem? Vagyunk, azt beszéltük, hogy mi lenne, hogy izé. De lehet hallani, de senki nincs ezek szerint. A két személyes motorra csináljátok, én meg infózok a másikról. Az csak egy személyes. A többiek meg nem akarnak jönni, szóval hárman vagyunk. Ennyi, ez a skavoly? És a kocsiból lövünk.
Hát az sokkal nehezebb szerintem, erre. Nem? Nekem van egy olyan autó, amivel lehet AK-val lőni. Igen? Igen. És úgyhogy egyedül vagy, vagy mi? Mi van? Nem hátulról. Tudom, hát fingam sincs mi az hátulról a gangbuli. Hátulról ember, hátulról, ne legyél már fogyatékos nem ember. Nem tudom, hát bazdmeg, azt sem tudom mi tudom, az a gangbuli. Tudod, kinyílik az ajtó és meg fogod ezt kidarázolni, azt kérdezik. Igen, hát akkor tőlem, én mindenre nyitott vagyok. Csak lényeg az, hogy nem lépjünk oda a Sheldonnak a tökére. De az viszont lassú. Neki. Hát ha kilövöd a kerekét, úgyse fognak üldözni, nem? Hát nem, de a többi egység igen. Az igaz. Még van olyan, hogy pánik gomb, sajnos. Ja. Igen, hogy néztem, most nem sokan vannak, ilyen 3-4 egységet láttam talán. Ó, mahába volt, vagy... Fú, baszki, szerintem egy 8-10 rendőr, simába. Szerintem az a burító, az nem túl jó ötlet. Nem tudom, gotya. Pedig a burító, az finom. Szóval volna neked, ez is az ember, áh, mindig. Mi az? Elősebb a szummál magam rajta, az baj. Szia, Herkis! Most ébredt fel valaki. Lokival beszélte a pacskár sztoriról? Igen. Mondta, hogy igazam van. Loki? Igen? Sas mondta neked, hogy mi volt tegnap? A papucsal meg velem? Nem, nekem annyit mondott, csak hogy velem volt a Sheldon, tudja. Aha. És ennyit tudtam tegnap. Én nem arra gondoltam, hanem arra, hogy összeszólalkoztunk a izével papucsal. Nem tudok róla. Ja, jó van. Egyszer elgázolt és eszméletemet vesztettem, majdnem meghaltam, aztán utána megint elgázolt és utána áthajtott rajtam, mivel még nem vesztettem az eszméletemet még egyszer az autójával, és utána megpróbált megütni, és ő megkéseltem. Direkt ütöttem? Direkt. Ez bárki más tudja bizonyítani még? Persze, ott voltunk hatam. Szia. Ki volt az szia. A hat, aki ott volt? Hát, ja, a Sas például. Mit kell csinálni? A tegnapi pacskere sztorit mondtam csak el neki. Ja. Pacske ténylegesen direkt elütötte kétszer is? Ja. Ja, akkor köszönjük a részvételt pacskern. Volt irányító, nincs irányító. Én ennél többet nem tudok senkiért. 186-szor de... szóltak. Hát szerintem egyébként lerendeztük, szóval. Lerendezték. Ő már nagyon régóta pengeiren tánc. Legyen akkor így, de én ezt most már nem fogom megtűrni. 180-szor rá lesz szólva, hogy fejezze be ezeket, mert túl pörög. Ja, hát kérlek szépen, ma tudod mit csinált? Nem adta el neki a gördeszkámat, és azt mondja, jó, akkor kapd a faszomat, te köcsög. Azt lelépett. De a tanácsokat vár a gyerekek, hogy mit kezdjek most már az emberekkel, akik nem csinálják. Akkor melyikre mentek? Papucsot állva kell verni, geci. Még nem tudjuk, gyere placra. Szóval. Azték placra. Hát passzok, vegyétek el akkor az irányítóját, geci. Jó van. Eddig se kellett volna. Akkor most én leszek a faszfej, nem? A dolgát okay. Végezni. Hát, eddig is az voltál, de most már főleg igen. Na fasza. Ott van Digo, fölteszik egy irányítóhoz, csi. Boldog karácsony. Hát az valamit le kell rakni az asztal, és nem azt, hogy a Debórát megkúrjuk. Mondjuk tényleg. Ja, akkor már megkúrt a Ramónát is. Kip! Jaja. Tegnap szexeltünk a Ramival. Meg leszopott a izé tenger alattjáróba, úgyhogy a dinnye hátul ült. Mi van? Ja, semmi. Te mi a fasz csináltál a fiam mellett egy gyökér állat? Nem nézett, mondtam, hogy nézze a halakat. Te hülye vagy, bazd meg? Milyen fiad, fiú? Most mi van hátul van? Ráírattam a nevemet. A faszopó. Húha. Nyomod. Amúgy. Megmondta, amit a... Digo, hogy kéne elvinnünk orvoshoz. Csak oda nyalt egy kicsit, semmi komoly. De jó. Digo, gyere be a zsébe, garázsba. Különöltet, csak mutatom neked valamit. Gyere be, Digo. Basszus, most le fogsz szopni, Sas is. Mi az, Sasi? Nézd, ott a sarokban van valami. Mi ez? Nem is látom. Ez itt fa? Áó! Sasi! Ne már! Áó! Sasi, ne csinálj már! Hogy ne szopadsz valakit az autóval! Gyerek mellett! Nem autó volt, tenger alatt járó volt! Áó! Meg ne hagyjak itt még egyszer! Normális vagy! Tenger alatt járó volt! Nem érdekel, miben volt, baszd meg! Na, Delfi, neked nézte! Hülye vagy, geci! Milyen Delfi, neked nézte? Bazdok téged meg ott furuljáztik, ember normális! Csukjátok vissza az ajtót, semmi nem történik itt. Normális vagy, geci?
Mi a gecit mondok az anyjára közvek, tudja, az, hogy engem fog megbaszni. Nem tudja meg. Mi tudná meg? Mi kell mondani? Hát ez hülye, bazd meg. Esküszöm. Jó, mennyi a dolgodra. Én ne halljak ért még egyszer. Oh no, elszívok biztos, ne! Ez hülye. Jó lehet. Ez jó megtekert, jó. Látom, tesó. Áó. Áó, most jöttem ki a kurva mentőtől. Áó. Hallottad a szervet amúgy? Mit? Nem. Mi? Most keltem, bazd meg. Perce, két perce, három perce pontosan. Na, ő benne van, nem tudja, hogy mi ez, de benne van biztos. Az király, akkor már négyen vagyunk. Lőni kell? Igen. Ja. Aha. Ahogy a viha. Hányan tudtok kilőni abba a burítóból hátulról? Ketten. Ketten. Akkor az jó. Na, most én nem tudok menni, mert lövik a picit lassan nekem. Jaj, persze, hogy engem basszol a nyúl, ne téged. Nem, én vállalom. Jó, akkor leírom nyúlnak, hogy vállalom a teljes felelősséget, mert... nem tudsz mit csinálni a városban ezen kívül. Na jó, hallottátok a put? Még menjünk egy kicsit. Igen, igen, megmondták, próbra. Csak a rendőröket lehet szopatni, nincs más a városban. Azt mondta, hogy lőjük a rendőröket. Én leírtam egy füzetbe, ez az... Ja, akkor kezdjük úgy, hogy átöltözünk, el kell menni átöltözni. Kezdjük úgy, hogy hogyan lövünk mindenkit a városban. Hát aki akar, jön. És mégis jöttünk? Megyek. Na, jönnek a kingesek is, meggondolták magukat. Egyelőre nem tudok lemenni a placra, mert valószínűleg nékázta magát a kapu előtt. Jó van, akkor Veszpucsi ruhaboltba találkozhatunk. Előtte el kéne menni a maszkosba, azért, hogy ne basszuk el egymás nevét, mindenki egy valamilyen figurás maszkot vegyen magának, lehet kisegér, kurva anyja, csak ránézünk, akkor egyből vágjuk, és azt kell mondani. Megy... Igazából srác, hogy kolorba is elmehetnénk, így is tudni fogja, mi voltunk. Tizen dolog. Amurendszám olyan ruha, amit nem használtunk eddig, teljesen más maszkot, autot amiről egymás nevét megkülönböztetek, és nem használjátok a rendes neveteket. Én látok se személy, semmi olyan illat, amit vissza tudnán nyomozhatni, hogy mi a faszom. És ha ezzel a motorral megyek, nincs rendszáma. Hát, ha nem tudja lenézni az alvázáról, akkor fasza. Ha lenézi az alvázáról, akkor nyakon kúpolom. Az is egy megoldás. Sőt, nem csak nyakon kúpolom, hanem, na mindegy, meg is folytatom egy vízbe. Na, én leszek az ördög. Ó, faszom, mi legyek. Leszek maci. Hát jó, macika. Ó, majd leszek piros pofa. A magulja volaga. Én vagyok az ördög. Úristen. Az ördög maga. Jós. Én vagyok a cíja. Úristen, már tudom mit fog fölvenni, geci. Én fölveszek egy sasmaszkot, hogy ne vegye észre, hogy én vagyok a sas. Geci! Ne! Oh, a csirke hát az jó! Csirke! Hát ez is maronfi állat, hogy mi a faszomnak hívják, az parabellum. Szárnyas. Megyek fodrászhoz, mert a hajam az... Az egy fasz. Miért ez ilyen jó, ez a lobogós medve? Jó, én teknős. Teknős. Kapucsino medve? Azaz. Hogy vagyok, sas? Lepakolok, szerintem. Elszálltok a mellettünk lévő fodrászokba. Hello. Ford Raptor Hammer. I'll be there with me, just a bit my dear. Whatever, except to be together. Mennyi ruhám van? Ebből van olyan, aminek van értelme? Ez nem rossz. Jó, de úgyis az kell, hogy izé legyen. Hogy ilyen egységes. Szóval meg kell néznem, hogy mi az, amilyen pandarúha lehet. Köszönöm szépen. Kolor van a motoron. Thank you.
fel vagytok. Csak türkíz. Aj, de igazad van, bazd meg. A Bugatti Blondit nem csak, hogy nem tudom kivenni, hanem én is brókolom vele. Bugatti Cento Dici az ott van. Olé, 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 olé. Ari, akkor a Vespucci ruhabódba, ott összeöltözünk romantikusba. Nem raktam el a személyimen, meg ilyenek. Ah, faszom. Nem baj. Aha. Megvan még a maszk, amit adtam? Igen. Akkor nekem marha jó lesz. Nálad van, vagy hol van? Igen. Ház jó lesz? Balasz geng, balasz geng a házban. Balasz, hogy be kell öltözni! Jó, mondjuk abban is tűnni fogja, mi voltunk. De mi vársz? Nem tudom. Balad geng a szádba. Passzom a szádba, Sheldon a rákba, ja. Hallod, Sas? Mi van? Nekem van egy ötletem. Megyünk bele a szájába, szóldibáljuk el magad, hogy tele van a szád, passzol! Első napom a városban, biztos? Megyünk! Új lakosok! Júj, az nagyot menne! Nagyon menne, srácok, úgy hívják, hogy Nimbus 2000, szerintem most vegyétek le. Nagyon menne, igen. Miért? Azt nem tilos hordani. Hülye, dehogy nem. Miért tilos hordani az mert első napon? Mert azért, mert rá van, első napon a város, és neked nem az első napod van a városban, igaz? Hát első napon csak kap egy ajándékot belőle. Igen, egy ajándékot. Nincs tiltott ruha. Dehogy nem. A rendőrség a kumi? Jó, az, de meg a igen, mentős. Az mekkora? Az első nap az nem az. Nem a fasz. Ez melyik az a kabát? Tos. Hallod? Nem tudom, mindjárt van. Elmegyek, megnézem, hogy van-e lilába ez a izé ördögmaszk. Drágot fog felvenni még ide. Aztán csinált kamu snap profilt, és megfenyegetett, ha nem beszélek a barátnője nevével, eladott kamu snap-el, itt hagy, és azon megy egy hétre. Most fejeztem be a csomagolást neki. Mi? Ez most csak vicc, ugye? Mármint, hogy ez nem komoly, ugye? Bazd meg, vettem meg a ruhákon? Fuck me. Na, csak a ruhákat nem vettem meg, egyébként minden rendben van. Hát ez geci lyukos. Most akkor nem mind balaszba megyünk? Várjál már, bazzik. Azt hittem, az lesz a kolor téma. Nem amúgy nem megy el, haza menni nem megy haza, csak szerintem ma nem fog az ágyamba aludni. Szóval gyakorlatilag catfishelt a saját csajot, hogy csinált egy kamu profilt, és azzal megpróbált téged letesztelni, hogy tényleg úrnál-e, vagy mi? Ude obodás dolog az. Papi, már meséltem, de neked is elmondom a mai napon. Kidurrant három kibaszott kerekem, igen, ezt mondtad. Levágta a felnit a gumi,
Köszönöm felni kamionnal, bementem egy csávó kertjébe, és olyan lett a felni, mint hogy felét lecsik. Ja, az nekem kimaradt, hogy bementél egy csávó kertjébe is. Sajnálom, hogy nem tudtam veletek menni, még egy órát haza kell vezetnem, szóval muszáj volt lépnem. Semmi baj, kocikám. Semmi baj. Na nézzük. Veszünk először egy Porsche Panamerát. Bedobunk mindent, ami terhelő lehet számunkra. Szerintem, hát a kés az maradhat. Ötszer is. Szerintetek hányszor fogom elfelejteni, hogy a Porsche Panamera az? Jó, és van nekem itt a bugi-mugi. Ez a sima Bugatti. Bugatti Blondi, tengerpart. Hol a faszomban van a tengerpart? Hello, hello. Pedig az, és ott ezt nem tudtam kivenni. Ah, most vagyok éppen agyonlő is eladom. Már megint? Közelébe nem fogok menni. Jelezném, hogy ha azért kezdett el múltkor kergetőre elmenekült, ha ott maradsz, akkor nem történik sem. Aló, én ha ott maradsz, akkor nem vágják le, hogy tele. De igen, meg kinges szedbe voltam. Én most lögtem be egy mentőautót a takóba. Az jó. Ez mennyire levágós? Szerintem ez nem levágós, nem? Faludi OD, ezzel még nem is izé bűnöztem, elmegyek megszereltetni. Jó, átvedlek. És át, berakottam, leszedettem róla izé. Megtaláltatok már sajátom? Még nem. Most megyek be a mehába, átfestettem a kocsit, ahol leszedettem a kék gyöngyházat. Ezt megnézem, hogy benn van-e. Jár beállni de hátra. Szép napot! Igen, ezt 1 millió kiadtam ezzel a kocsit. Szép napot, dolgozik? Ezt már megjegyezted. Csere Nando. Azaz? Hát nem úgy hallom. Ez egy 2024-es Lamborghini. Hát, mi ez? Ez ez a... Jézus, ezt ki sem lehet mondani. De jó, ez az M5 R6 ugye? Van Competition R625 Plus. Igen, igen. Faszasságos. Leo Rádió az egyet. Pénisz. Faludi az mi? Hát Faludi György, az Original Destroyer. Aha. Értem, biztos. Jó vagyok, de a csávó meg a cicája nincsen jó. Elgázoltad a macskát, vagy mi a fasz? Látta, hogy elkezd, azt én császom, igen. X-at nem teljesen szürke? Fokam, sincs. Rendben, az úrnak bármiféle szerződése, vagy bármi esetleg? Igen, már is mutatom. Rendben. Papi, mi lett az étteremmel? Elmaradt tematikus este, azért nem mentem. Azért vagyunk itt is, rollspielen. Hello, sziasztok, itt vagyok. Ez lenne az. Szuper. 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 Szeretnék alakítani a kocsimon. Szeretnék alakítani a kocsimon. Szép napot, megoldható. Jó napot. Tessék, mit szeretne? Átalakítani a gyöngyházat, szeretném lilára elcínezni. Éppenséggel a zsebemben is, de elfi az autóban van. Értem, akkor a ablaküveget esetleg vissza tudja szerelni? Természetesen mindjárt leengedem és akkor megnézheti. Vissza szerelni? A rossz szériát? Aha. Tehetsen. És van bárki, aki egyébként meg tudja oldani? Gyöngyházat? Uram, megkérem, hogy egy kicsit vigyázzon, nem akarom, hogy a lábára toljam. Oké. Rendben. Teremtjünk segítszerelőt. Már is adom a múlás. Elmegyünk. Haza. Veszik az autót.
Hello, hello, hello. Érkezem, plat. Nem erre van. Hol van a kocsim? Ja, itt van. Ne, a tiszta nincs itt egy darab zsáka se. Balazgeng, balazgeng, balazgeng a házba. Sheldon megy, Sheldon megy, Sheldon megy a gyászba. Így, így. Jó, akkor számláznék, ha nem baj. Hát, bajnak baj, mert pénzbe került, hát ezzel járt. Itt vagyunk a plac előtti a vizénél házamnak. Akkor, ha jól tudom, ez csak kedvezményes, nem magángépjárművekre is. Így igaz. Jó, akkor számolok. Írtam Discordon, megyek fágni. Jól van, Klavikám. Köszi szépen. Hát törölgetem. Kettő vágóval bővültetek. Ó, nagyon jó. Még itt megnézzük és... Na, milyen újra itt? Készen is van. Szuper, nagyon szépen köszönjük. Gyertek a tengerparti vagy, mert sok percben itt állok. Jó. Köszönöm, mennyivel jövök? Egy pillanat. Köszi. Hát most nézem. Nagyon szépen köszönöm a magunkat. Cserülete. Nagyon szépen köszönöm a gyors és szakszerű munkát, uram. Hát igazán nincs mit. Pillanat, megkérdezem, jó, hogy működik. Gyere, légy szíves velem. Igen, igen, gyere. Közben mesélek. Mondjad. Karosszéria javítás volt, az hogy számlázunk? Ha csak karosszériád van, akkor a karosszériát. Kikeresed, oda beírsz egy egyes. Ő kell számlázni? Szia, Ricsi. Hogy akarod számlázni? Megkeresed a... árkalkulátort, ott bent látod a nevedet? Igen. Na, ott keres. A karosszére. Uram, sikerült esetleg? Mire gondol? Várom azt, hogy hát számlázzon a másik úr, a izét, sajnosan. Jaj, értem. Gyöngyházat, azt nem tudja leszedni, azt mondta. Hát ez sajnálatlan. Ezt kérdezem meg, hogy van a kedvezménye. Kedvezménye van, uram? Tök nincs. Nincs, akkor egy sima karosszéria az 3000 csorint. 3000, oké. Okay. Ha csak a karosszériája volt, akkor az... Tengerparti. Jó. Koki uram, maga se tud izé, gyöngyházat basztatni? Sajnos még nem. Ha, itt vannak négyen segítszerelők, azt nincs itt hát, egy fűrel, aki segítene. Szia, visszatértem, én tudok volna engedélyem. Itt a szerelő, itt a szerelő. Nagyon szépen köszönöm, akkor kis fizetem a 3000. Figyeljen, pattintsuk már le ezt a türkiszt róla, az basszunk rá egy lényát. Rendben, rendben. Gyere, gyere. Köszönöm szépen. Gyere velem, légy szíves. Hey, azért a büdös picsába olyat ne írjunk, hogy elmehet. Gyere, itt az úr. Ne szabaduljanak el itten az indulatok. Sheldon is csak egy játékos. Tehát akkor lila, ugye? Ja. Gyöngyház lila. Igen, igen. Vigyázzál, vannak ilyen szép ametiszt liláink, esetleg. Tök nem. Eltakarink. Újpest lila legyen. Oké, Újpest lila. Egy pillanat, letisztítom, jobban fog visszaverődni. Köszönöm szépen. I am ellopni the RGB. And kiszámlázni to you. Yes. And I am számláz. Amúgy papi eskü agaszosnak kellett volna öltözni. Hú, egyébként geci. Most fejeztem, még helyem. Hát, megkupolálnak a agaszosok utána. Mind neked, csak most csak olcsó megúsztat szerintem. Hát akkor rohadjon meg. Közben le is veszem a 20-ast. Okés. Erre be is állítom ugyanolyanra, mint az alsó. Nekem is kell egy ilyen BMW-get. Minek te? Mercivel járkáz, most Skodával. Igaz, ez igaz. Na?
be is van állítva. Aha, ez jó, ez faszom. Igen, ez hasonlít, ez a matlila, és ez hasonlít a kabátok színére is. Így, tessék itt a Della. Szuper. Olyat kéne. Meg is vagyunk. Kösz már. Hogy a felében is fekete. Nincs mit. Csumi. Maga csak. Szia, szia. És ez problém? Nem tudom. Igen, bent van. Volt. Végeztem meába. Főbuplindán hallok izét, szirénát. Mindjárt megnézem. Erre a motoros egység ült, ez egy negyedik motor. Ha? Ja, de olyan, mintha egy rendőrt üldözne három rendőr. Na ennyire már nem láttam. Lehet, hogy lopott a motor. Ja, szerintem egy lopott motor lehet, de nem rendőrt üldöz, megnéztem közelebbről. Mi ott üldöz a rendőrhe? Ki? Titeket üldöz a rendőr? Egy kamion üldöz a rendőr. Na, lehet a Sheldon az, biztos nem állt meg neki izé jogosítvány mutatni. Még egy rendőr. Merre vagytok? Tengerparti. Tengerparti maszkos. Kivünk. Amúgy, ha utálhat a karakter, akkor azt jelenti, hogy jól csinálja. Aha, egyébként igen, jól játszik vele. Nem baj, ez egy direkt idegesítő karaktert csinál, én is általában idegesítő karaktereket csinálok. Ti szeretitek őket, de nehezen szerethetően. Egy zöld kamion töltöz, kettő darab tereprendőr. De bár nem olyanik rendőr szerintem. Látok srácok, amit elfelejtettünk. Micsodát? Lepakolni a kolort. Ja, hát ezt pakoljátok le előtte. Itt egy felborult mentős autó. Mert az előbb. Ma főleg. Kolor, gyorsan dobjátok le. Kapok helpet a... Merre van az üldözőzés? Azt mondtátok, hogy a parti maszkosnál vagy? De, mert elmentünk adni. Most erre adás másodperc. Helé. Mi vagyunk a helivel? Nem. Most erre a maszkoshoz egy heli. Szerintem a haverja. Ha jól látom, egy fekete... Igen, sincs, hogy vagy. Zökmák vagy, engedjük el. Hát a helikopter az nem érdekel minket a vizék ellen, nem? A rendőrük. Ez a csajozás van. Már volt egy pici. Most egy kis akció van. Ez honnan jött? Nem tudom. Ja. Nem? Hogy üljön már föl mögé egy manó motorra? Vannak megettem a motoron. Hát, de cseréljétek kert, mert ja, akkor ő elmegy veletek még ruhaboltba. Ja, oksa. Meg közben egy ember menjen a ruhaboltba, és segítsen Schwarznak a ruhába. Köszönjük meg, mondjátok meg, hogy melyik ruhaboltba van, nekem is kéne. Burgerset. Burgerset. Ne vigyem már a manót, mert befér az autómba, a ruhaboltba. És akkor nem megyek a ruhaboltba, és akkor... A ruhabolt nem, hogy főveszed, jó? Vigyétek. Gyere, manó! Pattanj be! Nyilvánk. Te is lilám? Persze. Átfestettem még a izit, a autón is a gyöngyházat türkizről lilára.
Réha vagy? Én keresek valami irodat cuccot. Hát te beülsz a Higo mellé, vagy nem tudom. Tudom is, hogy mi lesz. Hát jön még csó, nem? Perc is jön még 5 perc is ott. Persze, akkor bőven fölférsz bárki mögé. Négy személyes kocsival vagyok, jöhettek, hogyha akartam. Na. Hús-hús. Meghallgatom addig szia ezeket a rendőr szirének, hol mennek, mert itt a Burger Shotnál is szirináznám. Elhallom én is. Szerintem lenti autópályáról jön. Aha, lenti autópályán motoros rendőrök mennek ott pont a placunk felé. Kéne jött tankolnom. Burger Shot felé megy a három motoros rendőr. Meg elviszem majd azért maszkoshoz is. Akarom azt mondani, mert bent van egy civil is. Hát a maszk nevet mondjátok mindig. Csak nincs meg a egyik ilyen maszk, úgyhogy ezért nem akartam nevet mondani. Elviszem gyors maszkoshoz meg. Miért kibasztott Sekira jár a fejembe, azt nem tudom. Papi, nagyon ultimate-ben nyomod a balasz genget. Mert már mögött a háttér is lila. Ugye, ugye? Lemehettek a izébe? Az aluljáróba? Valaki tudja, mi a ruha? Nem is. Hol vagy? Lila. Na, itt vagyok, hogy tud. Jó. Szerintem fixen lementek a folyadalán. Vágta egy kis műzlit? Kedves egészségedre. Egyél sokat, női nagyra. Lolé, fenébe már. Hogy a fejemben van ez a szám? Megint publiknál vannak. Valahol le tudom rakni a saját ruhámat. Bedobod az egyik autóba, nem? Egy csak közelbe, kocsi. Legközelebbi az a fő publikba. Tudsz adni egy kis pénzt? Köszönöm, megint. Hogy?
Így néveket ezzük magunkat, mert megint rattyon vagyunk. Hogy is van? Két micsoda egypár? Két hülye egypár. Nem tudom ki az egyébként, aki ott velem nyomta a dudát, nem hiszem, hogy ez a Rami az, mert Rami az itt van. Itt ez, várjatok már meg, geci! Megmagamod egy kis kokszit, meg ilyenek. Nem inni. Jövök plusztra. De akkor hogy lesz ki, hogy amivel megy? Hát mi szedecskével megyünk közé. Ezzel az autóval. Én be tudok ülni valaki mellé, vagy felálltam menjek, mert kell rendszám. Mellettem van a három hely. Csak el kell húznom gyorsan a kórházba, hogy bekössék a csöcsömet, mert valaki szétvert baseballütővel. Ugye visszamegy eddel a... Paci. Megkötem. Profi kézműves munka. Lefokonom a kolort, utána mehet. Mindenki a tengerpartiban van még. Hozzatok engem ide vissza! Meg a farkomba is kint. Hol? Hol? Tassam, hozzatok engem ide! Már nem vagyok egyedül. Csuma! Hello! Hello! Csuma. Más pocon van a felső srácok, valaki tudja, nem tudja. Szép napot! El tudna látni, jó uram. Élj, tessék én ördög fiúka. Jézus, ma lett egy ördög. Hát igen. Mondja, ördög úr, miben segíthetek maga annak? Én vagyok a Georgi bácsi. Én vagyok az a Tigó. Csak most tízében vagyok, a Teregóban vagyok. Megvert a sors. Megvert? Megvert a sors, kéne egy kis gyógyci. Hajjá, szóval ugye a ólódát fog még, légy szíves. Jó, jó. Segíts neki. Segítek, igen. Látom, szépen ezt itt lekerjük. Jaj, köszönöm. Ez kis tisztítő. Nem fog itt gyulladás csökkent, hogy jó lesz ez. Megittem van egy ilyen kis rágó tabletta, ilyen gyógynövényes, nagyon jó. Rágó tabletta. Ott van kezét, badom, nagy, csak persze százmosz rágó, nagyon jó. Fincsi. Jó? 617. Na, gyere, ördög fiú, akkor meg vagyunk. Köszönöm. Viszlát, Zsasnak, hogy tépked ki a szárnyal. Megfogom. A drága, az van valam? Izére, Alfla úr, és fekete van. Vagy egy pillanat, le kell néznem valamit. Meg a cipő, az a izé, az a egyik ilyen Air Max. Jó, akkor valaki át tudja nem segíteni összevenni a dolgok, én nem akarok másba lenni. Itt vagyok a burisat fölött. Megyünk. Most is siessünk, mert srácod, azt sem el kell indulni, ahogy azért van, ahogy a szolgáltat, geci. Lehet, hogy meleadta. Cseli, itt repül. Nem, csak biztos, hogy valószínűleg este nem fog szolgálatban lenni, mert eddig semmi este nem volt még szolgálatban. Nem tudom, utoljára izébe, a Csudamejába láttam. De az már volt egy másfél órája az a baj. Jó srácok, ez lesz a terv, hogy amikor meglátjuk, ugyan két-két motor van, mind a kettő két oldalán elhelyezkedik, és amikor jelzadok, akkor rálőttük a kerékre. És elmegyünk. És hogyha nem a Sheldon, akkor megmondjuk, hogy adják át a Sheldonnak? Nem.
is megpróbálhatjuk. Na akkor az üzenet az át, ugye? Ja. Jó, akkor hogyha véletlen fejre kapja. Hát véletlenül se kapja fejre. Nagyon kevés kerék van fejmagasságban. Yeah. Valaki mellett van hely, amúgy kérdően. Mellettem van. Meg. Merre vagy? Akkor várj, meg a tengerparti publikhoz. Többiek hova faszba tűnik a tengerparti publikból? Hát elindultatok motorral. Tudom, hogy mindjárt jövünk. Á, oké. Nincsen valakinek még jelöletlen motorja? Nekem azt hiszem van. Nézem meg. Hát lehet, hogy kéne még egy... Nem tudom mennyi hely van, mert ugye elmenni minket tengerpartiból. Az RSI-ben van még két hely. De ugye nem azzal az RSI-t te jössz, amelyiket minden nap használod? Sosem használtam, egy éve nem használtam. Hát geci. 2060-nal, ja. Hát is festettem izére, lilára gyöngyházat. Jó, és úgy gondolom, ugye az egyedi rendszám van rajta. Hát azt még sose használtam, tegnap vettem először. Ha majd utána majd rakok rá mást. A motorosok visszajönnek végre az éve tengerpartiba? Tudom megnézni a motort a lakásomhoz. Rajta kívül voltunk még két motor. Dzsihád vagyok, én dzsihád leszek. Jó, Pani, a számolt bele egy kettenenök rajta. Hello, Kakbar. Ott egy boci, van egy kutyi. Egy BF? Boci, kutyi, király. Nem tudom. Jó, csak a motorra tudtok fogni lőni. Szerintem ezzel legyen. Sisak? Van egy BF-em. Akkor mivel jöjjön? Ezért nincs a hát nem tudom, valamit hoz más, akkor adok más. Motorra kéne jönni, mert kurvára autóban nem főtönni kéne nekereké. Akkor adjál valamit, Pocs. Hát nem elég gyors szerintem, de hát ha gondoljátok, hogy szállok. Akkor a BF-en lehet ugrálgatni. Bazd meg, hát a geci, azzal a kocsival mindig azt használod. Jó, mindegy, jöjjünk a BF-en, srácok. Te sem állt a BF-en, hogy a BF fanyom föl ketten a BF-en. Jó, tudjuk ki kék. Mert izé, milyen színe van? Kék. Akkor világos kék. Gyere, bátya. Lehet, festetem volna, festetem. Te tudsz motort vezetni? Ja. Igen? Akkor te fogsz vezetni. Na, legalább te akkor tudsz lőni. Igen. De én jó, taktikus vagyok. Én jövök biciklivel. Hol fested a motor? Leszünk leglassabbak. Pog. Oda vissz, 0-5 és busz még pont elég. Nem nagyon vittem még ott a BF-fel. Óvatosan jó, ne halljunk meg. Akkor felszállnak az egyik motorra. Aki a Subaru-val jött. Cederke. Cederke. De ez motorok. Hagyd itt, hagyd itt. Cedermána. Mi csak infózunk a kocsival, csak infózunk a kocsival. Jaja. Ó, de jó helyre ült akkor. Profi sofőr vagyok, nem? Nem az. Jó, menjünk ott le a telepre. Csak infózunk meg, hogyha baj van, akkor kiszállunk. Hé, Szeder! BMW-ben miért szálltó? Nem egy két hely. Oké. Tudj, és jó, na azt hittem, hogy... Ha a főpublik tele van izével, vagosszal, meg a kékecskék. Ez is megdaráljuk. Egészségre. Erre az autó lenne, mert rá kell egy kis segítást. Azt akarsz telepre szeretet, csak hogy fújatsz? Mehába megyek. Akkor mehába megyünk. Hát, hogy erre is ráfér egy szeretet is. Ha? Egy kicsit megtörtem. Nem a mehába megyünk, nem a mehába. Azt mondta, hogy a mehába. Jó, mehetünk, csak nem szereltetünk. Nem szereltetünk? De akkor meg mehába ne szereltessünk szerintem, vagy de. Csak fújatunk egyet. Áh! Szerintem szeretetünk. Akkor menjünk a... Nem szereltessük meg. Kekó, szereltessük. Ablakat berakatom azt sem. Nem, akkor csináljunk ízét, szeretet, hogy gyors megcsináljunk.
Utat, utat. Csumi. De akkor hol mész? Meg tudja patkolni egy kicsit a verdát, jó uram. Szia, Patrik, haladjunk már, srácok. Tessék. Patkoljon már meg az autót, légy cimá. Szerelni kell? Igen, igen, szerelni kell. Köszönöm. Kisegér! Itt van Jézus! Ramlok, pedig felült meg ilyen bazen szoknyába. Láttam. Vannak ki szállni, légy szíves, nagyon gyorsan. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam. Pik-pak-puk. Megjött az Aria. Ha-ha! Tényleg, geci, divortáskával. Mi van, gyerekek? Énekelj már. Aha. Igen, igen, nyomjad. A most nem szeretnék, nem szeretnék. Azt, adtad, na, azt hittem, hogy nyomod, hogy hallom a gunshot, rapapam, vagy mi a fasz. Ó, hát itt egy fakabán. Kis király. Hol? Ha! Ja, persze, mondjam. Nem tudok mit kezdeni ezzel a kocsival. Fölrakom azt, tedd. Már kétszer leraktam. Az baj, az nagyon nagy baj. Lehet, hogy emelő kell. Szép estét. Csumi. Jó, csak nem láttam, mondom, ki van bent. Adja el, van sötét. Kolléga. Papi, neked van nagy kalibered, nem szállsz belövöldözni? Nem szeretnék még lövöldözni. Majd máskor. Most vezetni akarok tanulni, mert nagyon rossz vagyok benne. Jó, ki tud motort vezetni oda a BMW-ből? Hát én tudok, egyébként. Nekem gatya, én meghalok. Neked lőni kell menned. Ja, akkor jelj valaki. Én tudok vezetni, vezetek és akkor te lősz. Jó. De bazdmeg, ott van... Kiviszi a BMW-ben. Itt vannak motoros felgére. Izé viszi a király, meg a szedrecske viszi a autótokat. Okay. Okay. És hol van motor akkor? Hát ott most vitték be fújtni a BF-et. Jó van. Remélem a másik motor nem raktátok le. Nem, itt vagyok vele. Fogsa. Akkor azt adod a srácoknak. Hip hip hip. Ja, ezt adod, nem? Úgy volt, hogy a BF-et. Nem tudom. Jó, az a BF-et jobban szeretem. Az ugribugrános. Nem tudom, milyen színű lesz. Vagy fekete, vagy lila. Remélem, vagy lila. Brom, végeztünk. Ennyi volt. Jó, mindenki elég volt. Ketten, vezet, gyere ide, hehe. Várjátok, nem úgy volt, hogy ti viszitek a BMW? Jó, szereltessék meg. Motor vele fújatok. Nem, mi motorral vagyunk. Vihetitek a BF-t. Jó van. Várjál, gyere az Aria! Jövök, ördög! Köszi. Come here, come bro! Menjél leszállok. Köcsög medve, köcsög medve! Köszi. Nincs mi. Big, az Aria! Kicsi köcsög. Hey! Megyek, megtankolom a motort még, mert megindulom. Megszólt a motor. Jaj, hoppá. Egi. Itt van jobb lát. Biztos Jézus volt. Kicsi köcsök, pa-pa-pa-pa-pa! BMW már olyan, van nálad egy izé? Stuki, hogy lehessen őket pumpálni? Kész van a BMW. Jó, tankoljatok, milyenek azt a kutat. Ebben olyan ruha van, izé címke, hogy meha. Én ezt kibaszolom a rákba, jó? Nem baj? He? Van olyan címke, hogy meha. Ruha. Azt ki? Kibaszol, várjál. Állj meg itt előttem cipőbe. Várjál, üljek fel. Jó. Mindenki meg van a rákostangi balással. Tessék, fogd meg, hogy fel, indítsd be, addig kidobom. Ezt nem tudom, hogy papucsnál van egyáltalán fegyver. Éj, az kicsoda? Na, papucsnál, hogy ne rendben fegyver? Az Aria vagyok, én az Aria. Jó, most azt hiszem. De most már vagy. Mindenkit úgy kell hívni, hogy a maszkja van. Igen, ő azért az az Aria. Alá. Zia. Alá. Na, verjünk alá! Ne hallj meg! Én nem marok meg, ne viccelj már. Kérlek. Elpusztíthatatlanok vagyunk, hidd el. Mi leszünk végig. Meg fog szőrülni. Nem betlövök. Jó nagy izék vannak itt, basszom. Pár dolog fel van robbanva. Ez van, hát ezt tudják nyújtani az emberek. Jaj.
Na, az... Ott az majdnem halál volt. Szerinted fogunk még találni rendőrt? Aha. Hagytok? Hallod, hagyd már ezt a hehet, bazd meg! Erre vagytok, haladjunk! Itt vagyunk a gym fele. Nem kéne megtörni egy autót, hogy kijöjjenek a rendőrök, vagy valami? Vagy lőni egy-két sor. Ez a ötlet. Ez a nagyon szar ötlet. Mahában lenni nagyon sok nénó. Na. Hogy jöttek el on? Hát bent turingolnak, lent. Lent? Azt hiszem lementek, ja. Mikor ott láttam és festettem. Oh, hát minimum 4 rendőrt láttam benn. Hát jó. Azt nem ígérem, hogy sasék nem fognak minket összetörni, mint a szar. Hoppácska, ezek miért csúsznak ki? Nem tudom. Szerintem túl sok babot ettél a szádban. Hoppácska, ez jó szépen kilakom a lukamat, így hátrafingok egyet az a szájukba. Kapjátok el, srácok! Isten, mi a faszomról veszel? Hé! Hey, most fingtam. De... Ez kollégaink lerakni boombox. He's not here. He's not here. Erre. Ott benn sétált 3 zsár. Egy kocsi az fixben volt. És ezt még itt várod, ez mit az a hat? Tudod, hogy úgy is ugyanaz vár, és feladod még egyszer. És valami még téged még kétszer. Jajjön, és egy csapdát állítunk nekik. Ja. Mekkora csapda, Jézus? Megfogjuk, oda megyünk, leszedjük a kerekünket, és leszopjuk őket. Emberek, ez egy csapda. Mekkora csapda. Ez csak te teheted, Ninja. Szia, Ceki. Nyugalom, emberek, ez egy csapda. Ez egy vrüm vrüm. Ott van a szoknyás faszi. Majdnem előkaptam a pisztolyt. Hop. Nálam itt van! Ott is van egy kicska. Ennyi, 3 szirénet szóra indulunk. Hopp, egy kicsit el. Nézzük meg, irány, gyors. Ennyi. Ebben az esetben a kormányzat. Maradt még benn pár rend... Jaj! ...dőr. Kik azok? Hey! Volt még benn pár rendőr. Jönnek utánunk. Kocsival maradjak hátul. Mert valakit tettem, azt meghalunk. Telid motorozások vannak. Istenem. Bomboklád! Bomboklánó! Lalalalala! De? Na mi legyen? Nem mernek kötekedni a rendőrre, hogy nincs. Na nézd, a villogja inkább sokan vagyunk, mint a bagoz. Ott van valami rendőr, ott van valami rendőr. Szadja, de mentős, jönnek. De mehetünk, mehet. Mentős, az rendőr volt. Fejés ügy volt. Itt jobbra, nem? Elvesztem. Hagyjuk ezeket nem azok. Hát azt a beszélre. Jaj, he! Hé, hey, de ne pikáld. Nem akarom pikáld. Direkt lassítok és te is lassítasz rá. Én nem lassítok. Kergessük be őket. Akkor is nagyon úgy néz ki. Azt fogják hinni bazzak, hogy követjük, és nem is, akkor nem is követjük. De hagyjátok már. Szórókat. Jó, és legalább ijesztigessük már őket, hátra kijönnek a többi egységet. Nézzük vissza a mehába attól. Jaja. Szerintem még amúgy lesz ott egy rendőr. Mehába láttam még 3-4-et egyszer állni. Van, amelyre biztos, hogy bent állt még. A Shadows Bonavérába szokott menni elég sok. Szembe vigyázz! Autó! Na már mindegy.
Milyen nyúlik a pofád? Ezt miért lelőnénk, amúgy annyira adnál? Nem viccelt. Annyira nem. Miért? Hát mert ugyanannyit kapnánk érte, mint egy normális emberről. Ja? Megyünk a mellene, nem begöttöttek jövő. Be jobbra. Menjünk betre. Hello. Menj be jobbra. Az a baj, hogy nekem ott egy nagy kráter van. Half can I help you? Szia! Bejöttünk szétnézős, hogy hányan van délbe. You are very sokan lenni. Igen, igen, jó képűek vagyunk. Don't be. So half can I help you? Ezt hoztam neked, ezt. Thank you so much. I am elvenni és belerakom. A lombkorona sétány is not here. Hey, come here. Going straight and turn left and turn right and going to tudja a faszom. But there is no one straight all game. Hey, te mit nézel ott? Please no fingering my kollega. Hey kollega, yes, please. Fingering you. Ja, ő not my kollega, neki nyugodtan lehet. Please, my kollega, please. Tudom-e, ha kollega, hey, kollégának kollega, no fingering. This random dude. Ballos gang is here, or random what? Dude. Yes, Sheldon. Yes. Random törzsörmester. Yes, yes. I'm a little scared very of big. You guys fuck and you, girls. Fuck you, Why? I'm so friend. Oh. So friend, we're happy, so friend. happy hippos. Happy llamas. Please, menjek ki, hagyjuk ki arra. Rádió szépen a bukós is akos? A ninja. Állak te is. Egér előtt. What the fuck? Az Ariat és Rádióz. Hey, hello. Hello. Dick, nem neked köszöttem. És mi van, megakadt a szülés? Menjen már. Megkarulja van, azt figyel. Kap már. Komolyan grusik voltam. Jó, ez figyeld, mi van. Ezt mind neked adom. Fúj, köcsök BMW, köcsök BMW. Hé, majdnem. Te mit ember kecsit? Hé, ez... Hé. Vigyázz, hogy egy súlyom. A punaméra. Mit jössz rám? Ja, tudok mutatni. Brüm, érvénytelen Nino használat. Brüm. Ez... Cincin, ballaszik. Vigyázz, ninja, nehogy elborítson el! Úrsem, kódnula! Éj, ne rúgdass fel a barátomat, mert leszállok! Elhó embert hagyd, de melolvad! Most úgy érzi magát, mint az elnök, nem olyan kísérletem. Jó, üzenjünk csak kerékre, jó? What? Lőjek? Vigyázzon ma az óvban, nehogy elüssél! Parancs kiadva! Rálöttem már. Mehetünk el! Mondtátok neki, hogy puszíjuk a Sheldont, vagy valami, hogy tudják miért van? Azt mondjuk, semmi. Azt mondjuk, hogy jó van, srácok, üzenjünk mindenki kerékre. Ennyit mondtam nekik. Ó. Oh. Hát mert más nem fog neki mondani, mert azt mondjuk a Sheldon, akkor megint összekötögetik, hogy mi voltunk. Össze. A fonalakat megfogja, és összekötik. Nem tudom, ki lőtt be a idén a csinte. Mi a faszom van volt? Ágódj, így is összefogják. Rendőröket hallra. Halljuk meg. Csoda? Miért kattog? Azt hittem beszélgőt, amíg... Kattog! Eszély! Kattos! Rakakankang! Rampapap... Észrevennénk többi rendőrre. Jó, elfülek! Fogd be! Most keresni fognak minket, szia Róka! Hát ennyi baj legyen! Sok kerekük van, nem? Fuck you, bitch! Menjünk vissza! Egy pár esély! Ki fognak szállni? Mit csinálni? Aha, rendőr, hallom! Na, reméljétek már srácok rendőr irány. A három egység, négy egység veszik körbe. Csak körbe? Mert szívül kilövöldözik a kerekügét? Aha, akkor menjünk az izé falkóhoz, oda megyünk mi ketten a ördöggel, meg ti is menjetek más oldalról. Jó, mi is vagyunk a falkóhoz. Falkóhoz akkor két motor. A kockaparkból is menjen két motor, és akkor izé középen összezárunk. És hogy valamit csináljunk? Ahogy megyünk a motorra. Jó, már körülöttem, nézelődjetek. Messziről. Ki találsz? Aha. Mi a faszt csinálsz? Menj balra. Nem menj ki ennyire, balzom el.
Tizenkettőnk. Hát oda menj oda melléjük, aztán meg fordulj meg és vagy egy irányra. Egyes bank utcájából kéne, és ott beállni, vágod? Na, hát oda hogy néz be? Innen nem fogunk, hát jó. Hátulról, gyerek. Szabi rádion, jó reggel. Meg. Mert is megkerüljük. Egyenesen, menj át. Mi már itt vagyunk. Értem a sors, bekapcsoltam a lámpát. Aztalahoz tényleg. Ne se sorod, bazd meg. Hát most megmondhatom, hogyha közel vannak, akkor nem sorsan. Aztán meg vehetünk közel, valaki idején az meghallja. Ilyen erre a kocsi. Ó, te sos álltok, vehetünk potit vált. Ne halljunk meg. Sosan. Ördi-bördi. Erre ránk fognak. Ördi-bördi. Csináld úgy, hogy ha betalasz majd a kis utcába, akkor tolatva menj be. Itt még menjél. Ah, no! Miért mindig a legizgalmasabb pillanatoknál? Jaj, de utálom. Kibaszott crash. Szia, Zsuzsi! Perfect timing as always. Igen. Keresbe mindenképp betaladtál, még beljebb. Hogy nem lehet rédálni? Nem tudom. Nem tudtatok rédálni? Lehet, hogy még be van állítva, hogy valami mondjuk... De szoktak ismeretlenek rédálni. Nem tudom. Nem kevesen akartatok nagyon? Azt hiszem, hogy ilyen, nem tudom, ilyen 5 fő alatt nem működik. Ó, gyere, ülj fel inkább, most ne öltözködjél, ülj fel! Láthatatlan vagyok nálam. Ülj fel, nem érd gal. Nem tudok megmozdulni. És még egyszer? Várjál! Még egyszer? Csak valahol akkor húzunk el, hogy tudjak öltözködni. Volt valami? Bogolyó maradj ott valahol. Igen, már lőttek le ránk. Aha. Itt az autós iskola? Itt az én, meg is állok, és nyomjad. Jó. Ez a legjobb part, hogy téged is elvenni minden. Hát igen, bazd meg, ez a főpublik, ez nem szered. Esetek 70%-ába itt megdöglök. XD! Még nincs. Várjál, akarsz vezetni? Kibaszom a szemüvegemet, mert digós a címke rajta. Aha, te lősz, én vezetek. Egy rádióra fel kell mennem. Merre vagyunk, srácok, hol? Nincs. Oksa, gyertek nyugodtan el. Ördög a rádión. Na, merre? Megyünk rájuk? Óvatosan előnek, nem. Nem menj is, óvatosan menjél, vagy. Menjünk fel itt, igen. Ez volt a terve. Átképtünk a másik oldalra, busz kell egy kerülrát. Nincs rádió. Szörnyedébb, biztos át lehet elmenni. Nem tudom, megpróbálni. Nem így, ne így megy neki, te hülye. Szembe. Okay. Szembe. Állj meg, fordulj jobbra. Csak itt pont izé van előttünk, szóval nem megy neki. Egyenesen is 22 kerére, ez az nagyon szét, csak óvatosan. Jaj. Jobbra. Maradj fent az út. Várj, mi az izéről, autópályára rájuk lövünk, hol? Revód van? Nem. Autópálya nem fogsz ide jelleni. Most kéne egy vadászpuska. Akkor most elakadok meg a autópályára? Jöjjön mindenki alól, ne megy előre. Menjünk el. Oké. Jól lettem, lőttek el? Igen. Honnan? Srácok, fent vannak tetőkön, ne menjünk oda. Gyertek elfele, most mondom, hogy gyertek el. Ne menj már, te hűfaj, jobbra. Jobbra megyek. Mint a kobra. Figyeljetek, ahol én állok, bazd. Menjél, ahol én állok, bazd. Menjél, ahol én állok, bazd. Menjél, ja, ez a izé, ez a rabos gulás, nem? Kino. Egy kicsit aztán mehet még egy. Rádiót kéne váltani.
Jaj, ne haragudjatok, nem kapcsoltam el. Nem, csak hogyha nagy izé legyen. Bocsi. Jó, akkor dob ki egy újat. Jó, akkor kidobok egy újat alapból. Gyertek már ide hozzám, geci, végre. Izgalom volt. Messze vagyunk, bazdus meg. MGV idő. Ához menjünk, mindannyi. Motorra a garázsba. Az jöjjön ki mindenki a garázsra, ráparkol a BMW, ne tudják kinyitni. Esetleg ide jár, ahol kész megnézni. Gondold, ide jönnek megnézni? Uh-huh. Komolyan? Ja. Ez maradjunk ezen, és másik lesz az alaprádi. Mi? Másodperc az alaprádió? Ez lesz az új rádió, amit a Dark Chat-re most küldtek be. Most maradunk ezen, és majd ha vége az egésznek, akkor váltunk teljes mértékben egy új rádió. Akkor nincsenek ott, meg át kell menni a másik rádióra? Hát hogyha nem vagy itt, akkor ja. Ha? Maradjál nyugodtan, hogy az info megmaradjon, ha bármi van. De én azt tudom, mit csináltok? Üzengettünk a rendőröknek, hogy nem szabad olyan fasságokat csinálni, teljesen át vagyunk öltözve, ennyi. Meg minden is más, úgyhogy. Így van. Miért nem jöttek be a házba? Menjünk be a házba, én onnan akartam fönn. Új, de be lehet jönni. Persze. Oké. Te jó kis kecó, ez még egy bonsájfa is van. Új, biztos lehet szapatni ezen a csatlakozni nem lehet már. Csak Marsz, akkor át kell öltöznöd. És teljesen egy formában. Ez a fekalasz. Ballasz. Szedd be vagyunk. Ballasz, szedd, fekete Ralph Lauren nadrág és egy izé. 617-es az izék. A felső. Az alsó, az 213, azt hiszem. A fekete. Meg egy fehér cipőtök, mindegy, szerint. Ja, és izé válasszál valami maszkot magadnak, amin hívni fogunk téged. És ne róka legyen. Várjál, jó, várjál, ez sok infó. Hát, az jó! Ne róka legyen! Átmentek már mindenki az izére, az új rádióra? Van házam. Meg kell pontosan, neked. Jó, srácok! Az alap lesz az új. Mi van? Ez marad most is új alap lesz. Mi az új rádió? Ezt menjek el, Kajcsier. De ez... Támogatom. Az új csak akkor lesz, hogyha végül. A tekóba veszek Kajcsit, kinek kell. Mondom, de akkor nekem. Csak kiszéve fussatok el oda, most ne parkoljunk. Ne, nem kell, leöltöztem. Ó, kiraktak rendőrségi lezárást? Azonnal lőnek. Ja, de nem, az hozok, van itt a szomszédban. Azért legyetek, hogy fegyetek, hogy brontanak el végeten. Pozitív. Ja. Nálam bicska van csak. Meg egy sör. Én a maszkó, hogy nem veszem le. Vagy egy sárlaszámot, azt utalak. Motor gondolom, igaz? És ilyenkor nincs senki, aki a PD-től streamelne, pedig biztos is gondolom. Ami nincs rendszám, aha. Olyan fasz, Máta Ballasz vagyok, látod? Nem mondom, hogy az én ötletem volt, de igen. Hát akkor jó. A Ballasz. Hát Lila, gyöngyház van rajta. Jövök egy motorral, srácok, az izi elé, valaki fusson már ki, loptam egy motort. Öltözünket, vagy nem kell öltözni? Kert, csak gyere ki, az, valaki üljen fel a motorra, hogy fel tudsz ülni, vagy... Tudom, egy motrot. Érdekes hangja van. Azt hittem, lesz valami mögötte. Róka, gyere a burgersetet. Kinek kell kaja, hogy jöjjön ide hozzám? A belsőben. Ruha bolt. Milyen jó kis szappan is van. Fia, azt kibírom. Jaj, sorry. Sok van, úgyhogy bárkinek kell szóljon. Köszönöm. Nektek is kell gondolom akkor. Bárki másnak. Nekem is egy ilyen. Ó, kösz már. A srácok, hogy a motoron vegyétek elő a fegyver, nem fog látszódni. Azt nem fog látszódni. Egyben jön lényeg. Ja. Kell neked is. Pontos, hogy legyen bent. Nem látszik a motoron, a fegyver a kezedben van? Nem. Igen. Hogy látszik, amikor fogok? Kapaszkodsz közben, mi? Kapaszkodsz, ugye? Az okos. Én úgyis vezetek, szóval, ja, fegyver az feles. Ja, én is. Hé, te ott... répa fejű. Répa fejű, akkor mindjárt olyan... De faszorú! Hógoló! Jó, srácok, a legközelebbi akciót szerintem 25-kor vagy 20-kor kéne. Szia, engedj meg, mondd épp kérlek. 20-25, kíváncsi vagyunk. Mondjad. Van egy érzésem amúgy, hogy insurgentek lesznek nem sokára az utakon. Egyelőre van időnk.
azokat azt elővöröz, hogy... Gondolod, Insurgent-tel fognak menni az utakon? Ja. Csak nem. Persze. Lelképesekre éltem már ezt olyat. Hogy azzal krúzolnak? Igen. Szamuráj. Igen, igen, két Insurgent kint volt, minimum a többi simátség. Igen, azzal jár ő. Wow. De ha szerintem, ha egy jó darabig nem látnak minket, akkor nem lesz. Jó, azért mondani, hogy 25k vagy 20k ugyanúgy. Ja, hát inkább 25k, kimegyünk. Viszont ha már máshogy jár és lecsapunk, utána biztos, hogy előveszik. Ja. Nem baj, a kettő elég mára. Az holnap még kettő. Ja, ja. Aztán holnap után még kettő. Aztán holnap után megöljük. Elkapjuk, jó, az belebasszuk a vízbe. Meg fölmondod az egész rendőrség. 2, 4, 6, 8, 10, 11, még valaki máshol. Cibi Tamás, hálásan köszönöm a 10 csatorna tagságot. Nagyon nagy király vagy, köszönöm szépen. Köszi szépen. Kellemes szép estét mindenkinek, szia papi. Szervus Zsoltikám. Biztonság kedvéért nem veszel magadhoz fegyvert. Nem szeretnék lőni. Senkire. Úristen, szomorú, ha mutál le. Lassan mindenkinek lesz egy film... Mi az? Film szeretnél? Lassan rossz pornó. Mindenkinek lesz egy film, ez itt a másnaposok. Hihi. A napére, szálljuk hátra őket. Én beszélek. Be lehet állni a kanapé mögé. Szellocsos. Na. The boys and the girls. He? Az élettémed, de mit a rohadék? Nem vágom. Semmi. Viszont máshogy erre már nem lesz ennyi időtök, hogyha megvan a rendőr, egyből cserekedni kell. Ez így van? Hát tudod, én azért beszélgettük, hogy a nők mindig azt mondják, hogy hát, én nem tudok könnyen megbízni valakibe, meg ilyenek. Pacz, meg most realizáltam, miért mond? Azt akkor a srácok meg 5 perc múlva már birkóznak egy medvével, mert éppen összehaverkodtak vele. Brum brum. Ezt nem vágom. Nem értem. Hú, de vicces volt. Azért, hogy hülyék vagytok, hogy szemléltitek. Sajnod lassan hetente nyírják ki amúgy. Igen, de miért? Mármint sejtem, hogy miért. De miért? Ha nagyjadom, mert 25-kor megint lecsapunk. Lecsapunk! Lecsapunk rájuk, srácok! Nyissak pénzes ládát majd. Majd nyitok. De most akkor ezt el is bukjuk, hogy elelőnünk. Láttam jobbat, csak akkor a mopsnak kell vezetnie. És hárman kéne fölülnünk a motorra. Egyszerűen. Ja. Egy. Kettő. Három. Négy. Szólj. Milyen? Ugyanis fel a ruha, bármilyen ruha, semmilyen, nincs, csak az. Semmi irat, semmi. Milyen maszkod van, vagy milyen kalapod? Szamurái maszkom van. Hét. Ent is sem voltam, hogy nagyon szép, de hogy most már elképzelt. Hajki. Kilenc. Tudod, nem a faszodnak kell velük kardozni. És tíz. Van nálam fegyver. Csak 5.600.000-ünk van. Ahogy láttam, már 25 van. Fogasz egy szemben, fegyver nélkül, bazd meg. Fogd be! Look how they worship me. Ennyi volt a lezárás. Na, az király. Kiugorhatok a poltba. Ugyanott vagy, még mindig a régi placon a szembeni utca? Igen. Mindjárt jövök. Na, idehoz téged, csederke. Van. Jó, hogy... Nem követ minket, nyugi. Az egy rendőr, miért ment? Nagyóka! Mi is bogyóca? A buzi bogyó, meg a késes kolumbia itt vannak már. Most indulunk, nyugi. Milyen késes kolumbiai majd átmennek. Inkább először vezessé, ne válaszolgassá, ha érje ide, lassan indulunk. Rendben, rendben. Most én már itt vagyok, óvunál. Helyzet, srácok? A fasz változott le. Fasz csináltok. Meg. Eddig jó vagyok.
Ez egy lövés volt? Jött egy fekete hatszóra. Mi vagyunk? Semmi. Sziréna van nálunk a háznál. Szokva se. Nem nincsen semmi, csak szopad. Ne esküszöm, bazd meg, hát itt vagyok kint. Leraktam a pénzemet. Már elment, de az előbb itt szirénázom. Úristen! Itt szirénázott az előbb, nem hallottátok? Nem. Ez már mentős volt. Mondom még mindig, ja, ez a legjobb. Ez a baróka. Nem olyan cipő van, Dick. Dick medve. Dick. Geci, úgy néz ki, mint pályi cirus. Igen. Nem vagy gyorsan. Legős hangot hallott? Én is egyébként. Az a legjobb kocsinálod. Akkor nem repülök. Ki a rockzenerő adója? Senki az éget a világon. Mesterséges intelligencia. Az a placra, hát töltözünk, az minden fasza. Jó van, de akkor most egyből lőni kell, nem? Most nem lehet tökölni. Vagy most mi? Hajó, hát oda kell mennünk, szervezetten oda mennünk. Ödög, gyere, ödög, ödög, kerék, ödög. Pak, pak, pak. Amelyik szerintem arra nem lesz idő, de ahogy gondolod. Most mi lesz? Ki BMW-vel volt, az jöjjön már, ki volt a BMW-vel? Melyik a BMW-vel? A király volt, meg azt a derke. De csak jó. Vigyem el az ördög, nyisd ki. Geci, most mondom, hogy gyere, bazd meg. Ördög, nyisd ki. Itt ez van. Itt van, bazd a kurva autótól. Csak állj, adj. Ördög, gyere ide, most szólok neked hatszor. Valaki jön mellé. Halló. Vagy alám, vagy utánam. Geci. De nem ez a motorunk. De bazd meg, most loptam. Ja? Hát de bazd meg, adtam meg a ruhánk. De nem BMW-vel voltam. Ez gyorsabb, mint az. Igen. Igen. Úgyis, hogy nincs ki tunolva. Még egy BMW, srácok. Ja? Hagyjátok, azt most loptam egy másik motor. Akkor jobb vagyunk. Kicsit fosok. Nincs nálad egy koki? Ja. Mi? Koksi nincs nálad. Nálad mi van? Aztán beraktam ezek ezt csinálni. Így lepakoltam minden. Haló! Nem tudjuk le. Geci, Pali. Hát azt mondták, hogy pakoljunk le minden. Most nincs hát semmilyen drog. Semmi. Most azzal kell számolni. Geci, az izénél a trigonál se semmi. Hát mert úgy volt, hogy csak kirevünk egy kereket az eljövőn. De most jó vagyok, jó ez így. Én követem a többi. Amúgy sincs fegyvese. Ráféltél Dudára, vagy mi van? Hagyjátok, menjünk tovább. Nálunk meg egy helyen. Én Dudáltam le. Csak vigyázzunk, mert egyből lőni fognak rendőrök, ha meglátnak. Hát ugyanazt kell csinálni nekünk is, nem? Fegyver legyen kézbe. Azt kéne, srácok, hogy mindenki kiszemel magának egy rendőrözet, és mindenkinek kilődik a kerekét. Jobbra rendőr egyből mellettünk, mehetünk? Jobbra. Ott jobbra, a Cyber előtt, go! Menjünk, igen, Barb. Egyből, srácok, egyből. Már menekül. Mehetünk. Az két kerék. Go, kerék megvolt. El. Tízes szüntes, gyerünk. Mindenki el. Mirrorpark, gyertek, Mirrorpark! Jó, Jézus, ez mi volt? Ezt láttad? A világ összes autója. Ne halljunk meg! Jó, rendőr autó? Mirrorpark, srácok, mindenki! Hé... Beszélek szarabb, bazd meg. Most nyomod neki? Beszartam, nyomom neki, fullon van egy 130-et megy, az meg megy 170. Mi a szar ez a motor? Valami kevés sem válaszol. Menj elő, erre megnézem, hogy van a másik motoron, várj el. Bossz meg! Samurai. Jó. Bossz meg, azt mondod, menj elő! Akarom mondani, nincs. Küldöm a király. Megbe hátul az udvarba. Megyed szép. Hú, ez izgalmas volt. Jaja. Szerintem mögött az ember hova tűnt? Pacsker? Hát... Megkereste a 100-est a fűbe. De? Mi az? Fasza. Ide. Mi? Itt van valahol? Írd be. Itt a lakásom. Van az Aria. Meg vagy? Van másik motorod neked? Nekem van egy... Kirasztál a motor. Gyertek már ide, álljatok be a kapuhoz, bazd meg. Ne menjetek széjjel, meg észre fognak minket venni. Nem. De most már át is öltözhetünk a faszba, nem? Meg volt, amit akartunk. Nincs hangulva, mindenki ledette a ruháját. Ez mondjuk pontosan. Az egy motorod van? Gyertek majd a kapuhoz.
Figyelj. Egy 7 személyes tudok hozni egy fehéret. Szar az a motor, bazdmeg, azt hittem, hogy nagy, izé, az jó lesz. Mindenki itt van. 160. Király nincs itt. Király nincs itt. Hol a király? Már BMW-vel jön. Hol ennek a BMW-se? Egyedül vagyok. Van. Jó, igen. Gyere már, Biror Parvon, mi ütköztem, Fali. Geci! Ó, jó, és hol vagy? Küldök egy kordot. Vetkőzz le, nullára. Valaki, aki nagyon jól tud motorvezetni, ez menjen elérte, akkor izé, vetkőzz le, pucs. Megyek. Jó, mindjárt elküldtük, érted, izé, Alkaidát. Tankolj bele a motorba 100-as. Úgyis sok pénzt költeget egyébként. Bocsi, Alkatelt. Sértő. Ne arra császkáltok, már észre fognak venni a rendőrök, geci. Mert egy távcsővel. Ne, be a vízbe! Jó, nem. Mentem, ahova mondták, hogy menjek. Egy, miért nem tudtok megállni egy helyben? Ahol... Mentem, ahova mondták, hogy menjek. Az, hogy alapot kellett volna megállni, nem kellett volna össze-visszamenni. Csöker. Mondtam is, hogy motorra, hol vagy? Amúgy. Szegély. Motorba heroin, ezt is ki kell venni. Akkor nem hiányzik. Valakinek lesz egy jó estéje. Nem lehet együtt érezni egy buszat. Én együtt érzek. Nem, ez ugye elmondtad. Te ninja vagy? Vagy mi vagy te? Én a szamuráj vagyok. A szamuráj Jack. Virágok. Virágok szamuráj. A szamuráj. Na, nyelves. Te mondod. Neked nyit a szája. Hát mondja, Goofy vagy, hogy hívják. Goofy. Goofy, honnan jött a Goofy? Miért is vedd le? Aj, most csak azért, mert hiszek az űrlényekbe. Azért, mert hiszel a cigányokba. Hát persze, hogy hiszek benne. Ott áll, bazd meg az egyik. Most nem tudom, valaki látta, amikiket lőttünk ki amúgy? Azt mondtuk, hogy a rendőröket volt. De hát fú, hát ezt én nem vettem volna észre magamtól. Valami dodge volt, az jó van. Elhídon jött velünk szembe egy interceptor, annak is kellett volna lőni. Vagy csak tetteted? Jó, viszont hétem... Ja, tudok innen kivenni kocsikat akkor. Én is tudok, ha kell. Egy utcában olébb lakok, amúgy én. Hát, amúgy ami meghaltam, legyen ez a papucs. Ne halljatok meg! Két tetvóba, ütköztem! Na, itt tartanak. Mi vagyunk, sos szerintem. Az. Remélem. Szia. Macek a sérom. Na. Mi van? Van baj van? Mi ez a? Nem, hozunk olyan kocsikat, ami segít itt az ablakhoz, beülhettek amúgy. Kocsit? Motorokat itt hagyjuk. Motorozunk? Motorokat itt hagyjuk, mert visszamegyünk a placra, átöltözünk, azt már ennyi. Ja, már ennyi? Igen, hát nem akarok már többször. Hui! Akkor most mehet fel orrba? Ja, egyébként minden órában más kolorba kéne csinálni, és akkor azt hiszik, hogy minden banda utálja őket. Következő mehet a vagosz? Igen, én is ezt akartam. Lila alfa jó lesz. Aztán creeps. Ebben nincs hely. Azt a lila kocsia, hogy van szóval? Nem, inkább a falon. Azt figyeljétek. Ez is 5 személyes, nem is kell több autó. Igen, valami köszönöm, hogy jöjjön le. Ez sráci. Jó, mindenki benne van valamilyen autóval? Igen. Szerintem ez egy igen. Ezek szerint igen. Jó, Schwarz. Én sajáthoz, mit vagyok már kell szólni. Akkor plac. Jó van, jó. Ez izgalmas volt. Most itt eszembe boldog névnapot Leonnak. Köszöni szépen! Inkább ne erre, mert erre jött. Ha nem kötelező, akkor nem kell száguldozni, hogy félreállítson. Jajajaj, félreállítani ki 100 lirába, az nem lesz jó. De lehet menni. Hát ez üzletes tudom. Gyorsan ne hajtsunk, hogy nehogy most igazoltassanak, ezt kiszálljunk lilába. Nem beöltözhetek át? Hát nem, mivel még nincsen senki sem ruha. Nem szeret fakul. De nekem a hajam rövid, azzal kiszállok. Tehát már rég leöltözhetek. Hát egy átöltöztem. Hát... Én max le tudom venni a pólót. Hogy kiírült a főpub? Ja. Egyből nincs itt. Az mentő, nem szóltam. Az mentő volt csak. Mentő? Nem,
Na, elvittek innen a rendőrök. Nagyon gyorsan eltűntek innen amúgy a rendőrök a volt között. Igen, befostak, szerintem bent vannak a kapitányságon. Ja, lehet. Esti most próbálják esti megfejteni, hogy ki lehet, aztán mennek a braziázni. Remélem tudják, hogy a Vagos vagy. Nem, most helikopterrel menekülnek át az 51-re. Megtaláljuk, ott is van lakás. Ja, szóval menjünk át a másik rádióra, már... Ja, Csáldeim! Kváltás. Mihály, nagyon szépen köszönöm az 5 csatorna tagságot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hálásan köszönöm a támogatásodat. Nagyon nagy király vagy. És kacok, ja, mehetnek a GG-k a chatbe. Köszönöm szépen. Jó rádió. Look how they worship me. Tengerpartbra kilégzik. És még ezen a rádion. Blade Knight, nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen. Köszönjük az élményeket. Igen, igen, szexi volt. Bazd meg az összes ablakot ki van törve. Itt van. Hagyom köszönöm, hogy ül haladat a Merciből. Hozd már át, mert az ennyi meg a Merciből. Ott a... Meg kell mennem átöltözni. Az a baj, hogy a főpubban van a izém. A ruhám. Jó, neked benne van, hogy kicsit bacsucsunk a... Aztán át kell öltözni máshol. De nem hiszem, hogy itt lennének most rendőröm. To be a good king. Csóri Bosszi meg keresi a pénzt, ami Digor rosszalkodik. Így így, de ő is rosszalkodott, ott vagy. Bandás ruhába, a vagoszosokkal. Mikor baszódott meg a ruhám? Erre vagy fogas? Hello. Kapuba. Hol az ja, kapu. Kapu. Éjjni. Mi a helyzet, Deim uram? Hallottam, hogy valaki szuper bundás kenyeret csinál neked. De jó dolgod van, bazd meg. De jó dolgod van. Ó, hát itt is van kolonoszkópia. Yes, szia, kolonoszkópia. Jó, jó, oké. Van, hogy gyalog vagyok, hogy be tudsz mászni. De ennek üzenem, hogy én is pont vacsoráztam. És ugyanaz, bundás kenyeret. Oh, nice. Azt a zene, amit szólt, azt hol találom meg? Spotify-on beírod, hogy lovag vagyok. Akkor van. És bárki, aki szeretné egyébként hallgatni, Spotify-on már felkerült egyébként a zene. Big surprise. Ja, lovagok vagyunk, elnézést. Vagy rákerestek arra, hogy paplovag, és akkor is kidobja. Vagy pedig rákerestek, hogy amivel vissza tudom rakni a rendszer. Kéne. Nem sok streamereket nézegettek? Ó, nagy feltöltődések, pihengetések? Na nézzük, mi van még itt a tengerparti főpubban? A Hammeren van, azt nem veszük elő. A Bugatti Boldi, ez az, ami nem jön elő, nem? Jó, de itt van, elővettem, király.
Csá, baby! Én. Csá, rossz csont, mit csinálsz? Á, most már semmit, most végeztünk. Láttalak el. Érkezem, Plat. Én mondtam a bohóc dudát neked. Voltál az a nagy bohóc? Igen, igen. Nyomultunk nagyot a srácokkal, és most pihenünk. Aztán lassan vajon megyek. Csinálj. Az a főtőtőben. Csúcsukálni? Aha. Aha, jó van. És te mi jót csinálsz, bébe? Hát eljöttünk ide a tequilavába, balfaszkodni, aztán most kijöttem a tequilavába. Egyébként semmi különös. Jászunk. Na nem, felálltunk a színpadra, énekeltem valami névben, aztán lejöttem a színpadra. Jó, összetörtem az autódat. Jó van, túlélem. Pillanat, telefonálok. Szia. Jó van, bébi, akkor jó bulizást, meg minden. Nem sokáig nem fogom én se nyomni. Kezdesz fáradni? Igen, igen, mert már tudom, mi van ebben a korban. Jó, na szóljál, hogyha érted, menjek, az hazaviszlak szívesen, ha gondolod. Bedugnak az ágyról, ha nagyon fáradt vagy. Várjál. Bedughatsz az ágyba, ha van kedved, jó. Szép a pozitív. Jó van, érted, menjek, mondjuk mikorra tekira rá az 50, az jó, és akkor hazaviszlak. Jó. Jó, baby, puszi. Jó van, puszika, szia. Szia. Mit kell csinálni? Szétbaszni a hát fejét. Hát ott van, bazd meg. Izomból. Ez ó, jó, hagyom köszön. Hát jó, látos mögött egy kis meg. Folytás. Nem tudtam, mit kell csinálni, baszhatom. Minél gyorsabban pumpálod az izmodba a izét, az ideget, annál nehezebb lesz eltalálni. Ha eltalálod, annál nagyobb a csattan. Bassza meg, jó, akkor most már értem. Vágod, ha lassan pumpálod, lassabb lesz, de kisebbet. Ha gyorsan, akkor meg szétbaszod. Csak sokkal nehezebb. Hát, melyik? Oh shit, here we go. Nem nagyon mennek ki a pofozás. Ja, dodjod alapból, hogyha bénázik. Melyik kocsik? Nem, hogy kocsival vagyok. Várjál, elmondod, melyik az arra, amiket én éneklem? Amiket én éneklem? Fú, az az above you, de az nincs fel sehol. Bazd meg. Az above you. Az üldetőre, mert van ott valaki. Velünk minden rendben van, köszönjük szépen. Hétfőn jön a izé. Hétfőn jön a grillező deim, szóval ha Pesten jártok, akkor felbaszhatunk rá egy-két húst, vagy egy bográcsot, érted? Összebeszélünk. Csináltok egy kis kerti pártit. Sütik egy százas. Fazd meg, faszom beléd. Nem is gondoltam már belőle. Pedig ez akkor a csattadva széttörik, ez a dinnye fejed. Hopsz. Oj, rohadjunk egy gombra. Lófasz habban. Szerinted tanultak belőle a rendőrök? Szerintem nem. Piát, nem. Fogál magad, de ahogy fogják összekötni, akkor hogy a izé, hogy a Sheldon egy fasz? Szerintem, igen. Hogy kötik össze? Hogy nélkül. Ezek rendőrök, pak! Oh. És tudni fogják, hogy a Sheldon miatt persze, van? Persze, hát ezek rendőr feltételezik, nem tudni fogják, feltételezik. Ja, feltételezik, hogy a Sheldon miatt van. Egyébként minden a Sheldon miatt van, minden a Sheldon. Persze, nem, hogy eddig az izébe miatt volt minden, a Black Keaton miatt. Black Keaton, azt váltottunk. Nem vágom. Most van még egy bűnbakunk. Ó, basz meg. Na jó, meg ilyen. A végzetes ütés. Na, mint gatya, még nem igazod kivét. Calm down. Adad? Innen kell visszajönni, pacsker. Aha. Hát így nem. Ne. Következőben jó lesz. Ja, nem lesz következő, addigra begöl. Fuck! De. Az baj. De ez az, pacsi, gyerünk! Egy fél HP-sat, verd le. Fölösleges már papucs, fölösleges. Görgeszti? Jó van. Oh. Hogy kéne nem felállni? Ó, erre fél, hopsz, lehajolok, én kajol. Jó ég! Köszke! Szívesen. Dang! De csicska. Jó, összecsomogom az asztromat, sziasztok! Összeszarta magát a Botrix, hát, ezt nézve. Ja, tényleg. Várjál már, ne kéregessél, jó? Milyen jól néz ki a Botrix, nem? Jó lesz, aha. Bence, jössz? Valakinek kell meg a ruhája tőlem? Nekem van a lelad. Megnézzük, hogy most feléled-e. Szállok, szállok. Szóljatok, hogy egy nagy zöld kocka van. Az jó volt. XD. Igen. Rendesen megbaszta. Nem, hol a faszomban van a izi? A tequilala, az valahol fenn van, nem? Igen, fent van a tequilala a rákba. Mi van ott? Hát a csajom. Megyünk este izé, érted? Témázgatni, aztán...
mondta, hogy 50-re menjünk érte. Kontot használjuk. Igen, igen, így is mondta, hogy tehát... De ne szaporodj. De nem használunk kotont, izé, van gyógyszer. De, van gyógyszer, használj. Gyógyszer. Nem érik, használj. De minek? Mert te ne szaporodjál. De nem, ezt nem is vidd el, Digó. Jaj. Ezt honnan húszod el a lábot közül? Te, ide... Mondjam, hogy te küldöd? Aha. Jó van. Most szép én kihúzom. Így né, ezt is adod neki. Majd azt mondom neki, hogy itt van nekem, vagy itt van neked, hoztam egy kicsi macit, remélem, hogy a fogaddal fogod letépni rólam a nacit. És akkor... Ti mentek el is? Nem. Ez egy eské, jó. Ennyi. Mész ki a szigetre? Merkezett. Apucstól meg jött neked egy virág, ma este majd szétkurom a... nem tudom mit. Szerintem egy szétkurom. Nem tudom. Pont, zárom nyelv. Nem tudom mit, de biztos rímel rá. Ja, igen, neked mondtad? Igen. Nem neked mondtad. Hopp, és előjött a képernyő. Sorry, Travi. Sorry. Valami meghalt a Botrixben. Megint kell a pofon. Kell egy fasz a sádba. Kettő is. Remélem holnapra megcsinálják. Ez az aréna, tudjátok, amit szoktatok tolni, hogy ott boxoltok ezerrel, meg ilyenek. Ez ugye való. Micsoda? Na jó, én léptem, jók lettek. Csubi, Dari, jaj. Hatta jó Isten. Csíj. Szia. Rokko cimmal. Na, két buzi. Hippi. Nem. Mi van? Az nem van, a nemzetitől kell feltakarodni, szerintem itt lesz az. Nem biztos, de egy 70%. Paletóba, kutyák faszát, nincsen izé. Paletóba, tekilala, ne viccelj. Legalábbis remélem, hogy nincs. Oda nem érünk ki 7 perc alatt, vagy mi az 6? Jó megy ez a kocsi, csak egy kicsit összetörünk. Jézusom, mennyivel megy ez a kurva kocsi. Itt vagy? Mondjad. Nincs egy losztos kontaktod neki? Szerintem van. Tudod küldeni SMS? Ne? Na, nem jön, jön meg meg. Jó. Párbővítő. Szép volt. Saját dolog. Tehát, Travi, hogyha kell, akkor adok neked föntről, tárolóban. Saját dolgokat. Kiárt neki egyébként. Megveszed ezt, ugyanaz. Az a szar. Ez Richard Gere. Csumika. Mi a Richard Gere? Ciao. Szia. Hello. Cső, baby. Szia. Nem, mi zúgva? Ne, adj egy smacit, hagyj hajtsam fel azt a maszkodat, te kitanete. Hajtsd fel! Hát, geci, de jó, hogy jól. Jó, mert így szoktatok ilyet is, meg még olyan abbat is. Nem, semmi kép. Én így szoktam el. Gyere, megmutatom. Gyere. Most mi van, te nem vagy ilyen izé elfogadó, baby? Hát de ők nem voltak eddig még melegek, ne haragudj már. Hát most 2024 van, helikopter is lehet. Álljátok le. Na. Ja, már világban már jobb réteg. Én azt mondom, hogy kapjuk el és... Nem is mondtad, hogy ilyen swinger klubba jöttél. Maradj úgy. Én se tudtam, hogy abban vagyok. Istenem. Nekem felszóltak, ne aggódj. Álljatok le. Állj le. Lerobom. Vagy befejezite. Gyakorlom, mi most miért állsz a szerelmük útjába, drágám? Szóval most ez már úgy van. Szerelmes. Úgy van, hogy hétfő hetero. Igen. Igen. Azért nem tudom, hogy... Róla beszéltem az előtt. Srácok, ti is erőt. Én egyszer gratulálok. Ezt az én köszmást. Sokáig, esküvő mikor lesz? Gyerek, minden. Nem tudom, még csak tegnap dugtunk. Mi? Hát nem tudom még mikor esküvőzünk. Most anyukám mondta, hogy kéne 5 gyerek tőle, meg ilyenek, de... Micsoda? Az lassan. Nem. Hát mondta, hogy 5 unokát szeretne.
Egy foci csapat nélkül is egy hát én négyet akartam, mert hogy akkor kiteszünk egy League of Legends 11. csapatot, de végül is így lesz egy csere. Nem már ezzel a dollal, mert megőrülök tőle. Az is szar. Lehet valami, nincs az a baj, hogy ez egy csak a Fortnite, haver, csak a Fortnite. Hát az nem, nem. A Helldivers. Az már jobban szeretem én is. Demokráciát kell eljutatni. Egyébként sok sikert még egy gyerekhez is. Köszönöm szépen. Hát szedi a gyógyszert, szóval így nehéz lesz. Megnézem, hogy mi lesz egy. Ma cseréltük ki a pelenkáját a izé Kesznek a lányának, te fúj be. Megint megetettem, elaltattam megint. Össze-vissza. Ja. Nagyon ügyes vagy. Ja, hát egyébként én is úgy lennék, hogy ez biztos, amikor leszedem a pelenkát, először belehányok, de gondolom idővel megkapom. Jaj, Istenem. Mi az? Csak nem. Hát, hogyha baj, akkor csinálhatod te igazából, én nem ellenkezem. Szóval megbeszéltük akkor. De itt még a gyerekről van itt a szó, hogy még hát ez még addig van, 18 vagyok, én nem futok sehova, hanem még ifjú magjaim vannak, meg ilyenek. Végre nem én vagyok a legfiatalabb, geci, de jó. Fiatalság, balondság. Jó Istenem, még megint annyira tenni. Hát mi nem pisztunk már, testvérem meg egy 60-os. Hallod? 30-nak nézel ki, cula. Há, bárcsak annyi lennék, bassza meg. A bajuszt teszi szerintem. Á, nem akarsz idősödni, bassza meg. A derekad, meg ilyenek, majd megadja magát. Cigók hamarabb érnek élted. A pinatapasztó. A cigány vagy. Hát mondjuk jó jön az a bajusz néha. Igen, igen. Láttam, hogy csikiz téged. Igen, csikiz, azért nem vettem annyira. Jó. Jó, hát miért vagyok vizuális típus, kérdezik? Jó, szintzorítom. Ja, sokan vizuálisak, azért inkább azt mondtam, hogy izé, Super Mario. Szeretiám, haver, szeretiám, ha rendesen belenyolna. Úgyhogy... Hát tudom, ne habozzál, ne habozzál, lapátolj rend. Ütközésig, ütközés. Még egyszer. Figyelj téged, mióta ismerlek, fenyegetlek, hogy le foglak lőni. Nem fogom tenni egyszer. Egyszer van ráférmet. Nem azért, de srácok, ne ráncsál már kést a csajomra. Ideig az olyan kisebb. Én is így gondoltam. Mennyire bántó volt, hogy így beszélt velem. Ah, szia édesem! Volt egy éles felbes. Kivel beszélsz? Nektek beszélek. Próbálom felhívni a figyelmeteket arra, hogy az előbb még siránkozott, hogy jaj, mert milyen szemét volt ez a fasz, mert milyen bunkó, aztán megjelent. De ez nem róla volt szó, már nem róla, és akkor megjelent ő, és akkor szia édes, érted előtte meg a férfiak milyen izék. Hát, de én újfajta férfi vagyok értem. Figyelj, emlékszel arra, hogy a kórházban, amikor anyukádnak meséltél, mikor odaértem? A kékhajú, akit mondta, hogy valamikor dugtatok? Igen, hát az több mint egy éve volt, nem mindegy, és akkor utána fölhívott, én azt mondjam, hogy ez tök gáz, hanem nyalt ki az összességemet, te bunkó. Mi tök gáz? Hát, hogy te erről beszéltél meg, hogy mi dugtunk. És ez miért lenne gázba, az meg? Mi, buzi? Ez nem gáz azért, mert ő csak a tenyérét dugdossa. Hát most ez, én nem nézem le miatt, hát most ne. A tenyerét dugdosan, az összes csaj elfogyott a városba, akit megdughatna. Hát, majd ez gondolok rá, izé, zsebkendők között vagy valami. Én vagyok rá az élő példában, az. Mi, téged is az meg... biztos, hogy neked nincs szerencse. Hát ez normális, nem? Az, hogy értelmes nőt. Normális, párkapcsolatban az emberek dugnak, én úgy hallottam. Kivétel, hogyha izé, nem tudom, minisztránsok. Vagy az a bőgyen is más, hogy meg nem poligámiát fogadnak, vagy nem poligámiát faszomnak hívják azt, amikor nem dugnak. Poligámia, amikor sokkal baszol, nem? Várjál, azért poli. Monogámia. Celibátus, ja, celibátus, azok a papok meg a mennyasz, vagy mi? Hogy hívják azok a Sisters of Mercy. Nem fogadják meg, hogy... Az de ők izé Jézus mennyasszonyai, azt hiszem. Csak keresztel maszturbálnak. Biztos, jó, hogy ateista vagyok. Ja, én is. Bájhatom, hogy egy kereszt. Miért? Ha feldugod magadnak? Igen. Hát... Belevízbe azt meg, aztán majd visszaszól a vízhang, hogy nem tudom, én láttam ilyen videókat, üvöltözött, hogy dugjon meg Jézus, aztán jó volt. Igen. Végül is! Jó, nem nézek ilyen videókat, szívem. Előtted volt még, tudod, az nem számít. Jó, tudom. Amúgy én mondtam neked, ugye, hogy mondtam neked a tegnapi nap, hogy nem én beszélek róla, hanem köztül a ténylát. Micsoda? És arról beszélek a tihanyi vízhangot. A celibátus. Menj már a picsába, mi? Nem tudom, miért viraszol. Nem is vízhangos a puncia. Nem a puncia, érted? Nem csak egy lyuk, hanem a nők. Azt mondta, hogy a popsi, az csinos. Jézusom, az meg. Milyen kiütlek? Neked, Max. Engem? Mit tényleg azt mondtad, hogy tilos? Ja. Neked még egyelőre. Lehet, hogy már túl sok volt a negatív tapasztalat, azt már most már tilos tudod.
Há, én tudom miért, hát izin, Ramit is állandóan egyszerik a haverjaim. Hogy te seggemről beszélhetsz, mondjuk, hogy őszintén. Ki van rakva, vigyázz, csúszik tábla. Ez a seggére, vagy? Aha. Hát akkor nem kell síkosítva. Lánykamera? Bele se kell köp. Merre vagy? Na jó, ez nem problémát. Elég lesz. És sokak vagytok, gyerekek, nagyon sokan. A héten nem beszéltetek ennyit, geci, most. Hát igen. Én mindig beszélek, elgézést kérek. Aztán csinálom tisztát. Neki a témát, szegények. Én is. Te meg a héten most beszélsz a legkevesebbet. Már én. Aha. Örülj neki. Tartsd meg jó. Kurva szállod. Ne bántsd a anyukámat. Ne bántsd a anyukámat. Én a héted ébren se voltam, szóval nem tudom, miről beszélget. Háristen. Viccelek csak. Ja, szóval egy összetartó csapat vagyunk amúgy. Aha. Ja, látom. Igen, mindenki az én véremet szívja, hogy pont annyira, mint tegnap. Éj, nem is szoktak piszkálni. Csak a tiédet? Hát azt mondják, szépre száll a füst. Én csak 200 kiló szeretet vagyok, na. Egy jó, az nagyság nagy élvezet. Milyen maradék 80? Így is van. Kus. Hülyel. Zsír. Az a beépített gólyóállom, oké? És jobb itt, mint ott bent. A maradék izé, fél gram, jó, az meg az izé, az eszetot. Kös, gyere vissza! Most mit csinálsz? Találkoztunk keresztül, de lehet utoljára. Azt hiszem, igen. Most megtérsz? Vagy mi van? Most van az izé, a harangozás? Oh, kit akarsz te ott leszopni? Észak felé kell hajolni a szőnyegen. Oga, sárvegs! Szőnyeg már a ház szólóra! Gyere vissza, zsebes belőle! Azért, mert neked melegek a barátaid, de engem nem zavar. Szóltad a szárnyat, hogy csatlakozz be. Tudod nekem is ott vannak a dinnyék, szerintem a dinnyék is. Lehet, hogy most az egyszerűen hallottam a rókát. Ah, meg a kocsi is. Lecsapod a szőrét, vagy mit csinál? Elkérhetem. Ah, megborott. Nehogy. Az adja az extra jelzetet a szőrét. Azt látja meg a szagot, mi? Azt látja meg a szagot. Vigyelkednem kell, mert többet nem kaphatom meg a kisbabátok. Na, hát amúgy igen. Az jó. Eddig se kapottam. Én befogtam. De, én dajkálom a később. Gratulálok, pont jóra bízt. Miért amúgy jó? Én vissza úgy se lehet bírni. Csak mondom, ő meg én. Hozzadom én se. Igen. Sajnos csak egy sor volt nálam, baby. Van még egy üveged. Majd izé így megosztjuk. Genga, izét gyereknek olvastál mesét? Igen. Egyszer volt, hol nem volt itt. Akkor szerintem mégsem kérhetek akkor a számot. Van otthon csátra, te a... 62-42. Kigyisem a kocsit, elviszed? Akkor sétálj ebbe. Tettekem, de és most? Hozzád vigyelek majd, hogy megnézed az én kecomat, he? Így akkor... Szerintem nem a kecod a lényeg ott él. Jó, de hát nálam még nem volt, csak én voltam nála. Vízre a tengerpartra, az egy jó hely. Ott voltam. Két napja nem alszok, csak a kanapén. Azt mondta, nem is szoktál ott aludni. Hát, igen. Jaj, amúgy, hogyha van egy kölcsön, ha minden nap mást víz. Mi? Gondolod, adok kölcsönbe egy kocsit, ha a plató engedsz. Csak viccesz, nem viszod a minden nap mást. Szóval én voltam. Én megbízok a nevében. Elkaplak fogasson szója. Egyébként is, hogy a férek ura anyám megöli, megmondta. A keszed készül. Vigyünk neki kést akkor, gyere. Nem kell, szerintem Muternában van minden. Talán mára indított a rakéta is. Az ilyen. Én nem baszakodnék az anyámmal. Testvérem, újsági fogadalmat. Hívd már fel anyádat, hogy akkor holnapra tervezze be ezt a programot. Dehogy is. Mondta a tasolgat. Szokásod. Ez azt hiszem, hogy Jancsi meglátogatta. Igen. Olyan volt, mint a Kámfor. Aztán milyenek az első napok? Látod, érzitek magatokat? Hát látod, ez olyan, mint a izé, hogy mondjuk a bűvészlex. Dugunk, azt eltűnik. Egyébként minden fasz, szuper. Meg kedves szuper, volt, meg minden. Este felkeltett, amikor hazajött. Már nagyon aludtam, bassza meg. Beesett az ajtón, aztán meg lehet adobok mindent is. Igen, Márióztunk. Gondolod, Levo van felősbe, hogy egy F4-et, nem akarod kipróbálni a hátulját? Egy estire. Hát akkor a kurva nagy platója van ott, a tíz észre ketté tudnád rakni, csak mondom. Aha, már jót. Meg már fáradt vagyok, én már nagy francia ágyon akarok elterülni, bazd meg, mint egy izé. Hát a platója az akkor, mint egy francia ágy. Mint a Jabba geci, aztán csak izé. Rázd a picsát, baby.
18 éves olyan vagy, mint egy 50-es félelmes. Figyelj, Kovács, egy jó cosplay-es ruhát kell tudnád, kiszerezni. Mennyi szart csináltunk ma, bazd, meg te is vén ember lenni. Mit csináltál, mit csináltál? Nem beszéltek róla, az a baj. Miért orvos vagy? De most, igen. Most akkor... De orvos most vagyok, akkor és az orvosi titoktartás az kötelez. Aha, de most akkor dőzs már el, hogy most megszedjük azt nekünk azzal, hogy ilyen iszonyú, milyen action-öket nyomtál, vagy az most izé, most némasági fogadalmat teszel, most meg akkor mi van? Sok volt, az a lényeg, hogy sok action volt, na. Cső, már megint mire jövök? Mi színész vagy? Semmi, csak izé mondták, hogy milyen fáradt vagyok, hogy ilyenkor megyek el, azt mondtam, hogy azért meg kurva sok mindent csináltunk ma. Ja, azt mondták, hogy mondjam el, azt mondtam, hogy nem beszéltek róla. Mert itt a... engedélyt, mert én amúgy kíváncsi lennék. Nem vele csináltam azokat, basszám. Nem velem. Azért mondom, hogy... Nem is vele voltál. Nem. Mással. Ja. Te nagyon halad, hát én veletek voltam. Teszem a hülyét. Tudom, hát nem csak teszed, az is vagy, de mindegy. Tényleg felvette azóta neked a Deborah? Nem, nem, neked sok. Nem, nem. Gyáva nép, nekünk sok. Várjál, az nem az a vörös hajú rendőr. De. Andrzej, ilyen nem ez is Raminak. Nekem, ha van, akkor mindig felveszi. Sőt. Raminak a nem ez is nagyon féltékenyre. Annyira. Az ilyen. Hát nem mindenkinek kötje. De vannak a féltékenyre. Mi felmaradok el, Legeci? Csak benő a fejlány. Leó, vannak a féltékenynek lennék? Jaja. Nem, nincsen. Nem lesz ilyen kis izé, szeleburdi. Rádióz egyet. Ki? Szeleburdi. Hát biztos, hogy nem. Hát de. És belerők a rádióba. Hát nem, érted, mit csináljak? Na és hozzatok valami értelmeset, vagy csak az a ment? Ja, igazából van valami. Jaj, de hozták a babát, nem? Ott egy baba. Jó. Ja, hogy ez nem értelmes, aha. Hát akinek köp. Aha. Te most mit csinálsz, szívem? Elbújtam a babák el, vagy a baba előtt. Ne! Csak a baba előtt, megbeszéltük, még nem kell. Jó, de én félek a babák, tűnően kis ufó fejűek. Hát, biztos szép lesz. Kakiszagúak és ufó fejűek. Na, ráhúzunk egy lómaszkot, és akkor nem lesz ufó fejűek. Te is ufó fejű, most rólad beszéltünk, nem a húgagról. Én még most is az vagyok. Fogd be. Ufó fejű vagy, címem. Ja, mert olyan szép, nagyok a szemeid. Mi van? Nem, remélem, nem félelmetesek az én. A hundoka is hatalmas. Gyönyörű szemben lehet benne veszni, olyan, mint a... Milyen színű? Mint a tenger. A homlokáról írták a Velhello rakpartot. Hülye át a gyereket, légy szívesen. Azt hiszem, hogy ízét írták róla azt a... Hogy hívták az a nagy csöcs, nagy seg... Ó, én úgy imádlak, bold meg. Az igen. Az költsön kocsit ombra. Kurva jó, nézzel. Azaz. Na, hogy tudjam. Ahhoz. Én is mehetek. Most. Jaj, Istenem, de keci. Na, megyünk be. Kezdődik a Power Rangers. Ja, menjünk, leraklak Power Rangers. Jó van. Szevasztok! Semmi szevasztok! Halli! Lehet, hogy én mindenki vagyok. Jó, nyugodtan. Én bekupolást nézünk. Igen, betakargatasz, jön vissza. Kéred a kocsimat majd, baby? Fogast. Oké. Jó van, kiszokja. Jó van. Hol? Nem vagyunk messze, szóval. Hát nem. Az a jelzés. Jaha. Te ott laksz akkor. Aha, most már ezt is tudom. Úristen, szuper titkos info. Hát igen, azért ezt nem tudja mindenki. De hát, itt például még a Deborah se. Én nem hoztam ide. Anyukám már lehet, hogy elhozta ide. Mi anyukád, de amúgy jóban van. Hát amikor kicsi voltam, ő fürdetett a Deborah, azt mondta. Hát akkor már akkor látta a pöpöst. Igen. Azért mondta, hogy megnézni nagyobbba is, hogy mekkora átnőtt. Oszti. Már adok neked kulcsot hozzá. Adjál nekem kulcsot. Adok neked hozzá kulcsot, bébé. Jó, most hát tényleg pihenned kell. Bing, bing. Nagyon kis fáradt vagy. Igen, el vagyok már fáradt nagyon. Nagyon. Akkor bemehetek. Persze, hogy bejöhetsz, baby, ki is nyitom. Jó. Gyere. Cső, sas! Wow, micsoda rezidencia azt a... Üdvözöllek a kecóba. Ó! Igen. Ez itt jobbra a nappali. Igen. Jó az a megoldás, nekem szimplában van egy kanapém, de lehet, hogy ez az ugalak, ez tetszik. Ez ja, ez jó egyébként, mert oda berakod a tévét, és akkor így körbe tudtak ülni, legalább el lehet férni 30-ra. Igen. Erre van itt a konyha.
Igen. Ez itt a konyha, ott a kis sütő, jaj, meg hűtő, meg ilyenek. Jaj, de jó. Akkor anyukád is itt lakik? Nem, nem, ő már kiköltözött. Azt mondta, hogy túl sok emlék köti ide apukámhoz, aztán nem bírja tovább, de mindig sírnia kell, hogy elment. Szegényként. Ja, szingli még mindig. Nem fogott magának. Pedig olyan dögös anyukád van. Igen. Ez itt anyukámnak volt a dolgozószobája. Ah, milyen antik író azt. Aha, igen, hát olyan stílusos csajszi vágod. Nagyon szép. Ez az én gyerekszobám. Gyerekszobád. Igen, ez volt a szobám. Jaj, itt voltál kisbaba. Igen. Jaj, de kis cuki. Itt pampersztezték be a kis fütyőmet, meg minden. Kis fütyődet? Milyen nagy lett azóta az a kis fütyő? Hát igen. Jaj, tényleg, és ezt a mackót, ezt a ízét küldte neked a Manó. Mit nekem? Ezt neked küldte a mackó. Vagy a mackó, a ízé, a Manó. Mondta, hogy adjam neked. Jaj, kösz. Te nagyon cuki. Szívesen. De miért bír engem a Manó? Ah, bír a Manó, téged cimpi vagy neki. De cuki, azt így, hogyha együtt alszunk, akkor... Ja, gondoltam, hogy lerakod az ágyra, és akkor... Leraktam ide, várjad, de akkor... Hát ez is jó. Akkor viszem tovább. Jó van. Ez itt a fürdőszoba. Itt el lehet izé, pancsizni, meg minden. Aha. Pisilni. Be van húzva a függöny, ne lássák a kukimat. Hát nem kéne egymást látni. Lehet, hogy beborra ott lesz egy fáról befelé. Ki tudja. Lehet egyébként. Ez itt a hálószoba. Aha, milyen ágyad van neked te? Hát, szívecskés, kúrós. Rakom ide akkor. Jó, van, oda rakd le középre. Azt az ott jó lesz. Kúrós. Hát nem. Kúrós. Remélem. Jaj, nem akartam, bocsánat, fölmászni. Semmi baj. Ez meg itt a gardrób. Ja. Itt elfél minden róla. Ha úgy van, akkor majd ide hozhatsz bugyit, meg ilyenek, hogyha bugyit kézzel, nekem is hasonló a belső építés. Szed, csak nem hordasz bugyit. Remekem a villámba. Nem, csak sokkal azért van, vagy 4 szekrény a gardróbomban, mert legközelebb, ha leszel, akkor megmutatom, szóz. Jó van, benne vagyok. Na. Na, bújjunk akkor össze. Bújjunk össze. Vittes ez az ágy, nem mindig látni. Igen. De miért úgy fekszel le, mint akit agyon akarnak lőni? Így jobb. Szerintem én nagyon szexi vagyok. Nagyon fekszi. Átveszem tőled, ahogy beszélsz, ez nem jó. Rád ragad. Nem tudom, hogy lehet ilyen kis kiflibe feküdni? Ahogy én? Hát én igen. Ilyen 19-el gondoltam rá. Ah, az se rossz. Mert menj egy kicsit odébb, és akkor be tudok melléd így. Menjek odébb? Így. Várja, aha, megpróbálok rájönni. Most csak irányba kéne állni, várja. Ah, ez jó lesz. Meg fog bökni itt az izén. Megkapcsolom a Power Rangers-t. Jó. És akkor így megnézzük. Nézzük a... De lehet, hogy el fogok aludni. Fogás. Ha elalszol, akkor majd holnap mész a verjét. Fogás, hol vagy? Igen, igen. Szép álmokat, drágám. Szép álmokat. Busz, busz. Gyermekeim az úrba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, találkozunk legközelebb holnap. A holnapi nap League of Legends és TFT lesz, hogyha jól emlékszem, viszont úgy rémlik, hogy nem leszünk nagyon sokáig, mert be kell majd ugranom a városba. Köszönöm szépen, töltődjetek fel, csók a családnak, sziasztok!